Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. A Best of Morning Show. Egy nagyon helyes hírt találtunk, és talán többen voltatok már ebben a helyzetben, amikor is ugye a gyermek okozott valami kalamajkát, de az lett belőle, hogy a szülők vesztek össze. Ugye mindenki ismerheti ezt az élethelyzetet. Reptereken, játszótereken, játszóházakban, vonaton, tömegközlekedésen. Amikor is ugye hát két gyermek idegen szülőtől összeakad. Várjál. Két gyermek idegen szülőtől összeakad, és utána a szülőnek kell hát a gyermek helyébe lépni, és a másik szülővel levívni az adott szituációt. Ugyanis történt egy orosz játszóházban, hogy összeverekedtek a szülők, mert az egyik beszólt a másik gyerekének, és hát a történet tulajdonképpen annyi, hogy lassan szépen mindenki belekapcsolódott a bunyóba, még egy apuka is, aki akkorát kevert le egy nőnek, hogy az elesett és felnyalta a padlót. Tehát az oroszok nem viccelnek, nem biztos, hogy egy moszkvai játszóházba kell mulatni az időt a gyerekkel, ha oda jut az ember. Meg sokkal nőiesebben kell öltözködni, hogy ne legyen megtéltöztő. Nehogy kapjál egy pofon. Igen, de hát látod, ha bármennyire is nőies vagy, akkor is levernek. A játszóház kamerája mindent rögzített. És meg lehet nézni a konfliktust, hát mindjárt megmutatom nektek. De a helyzet maga érdekes, és talán sokan voltak már ilyen helyzetben. Nem abban, hogy levertek egy nőt a játszóházban. De amikor is ugye hát lépned kell, mert valakinek nem tetszik az, amit a te gyereked csinál, és a két gyerek simán megoldaná, viszont a két szülő már sokkal nehezebben tudja megoldani. Igen, a homokozó vödör a két gyereknél nem fog akkora törést okozni. Tehát, hogy ők el tudják intézni, és itt lép be a képbe a túlfűtött anyuka, vagy apuka. Igen. Aki majd megmondja, hogy jó, hogy legyen. Ez egyébként még egy jobb változat, hogyha belegondoltok, mondjuk ahhoz képest, hogyha ha mondjuk a gyerekedet verné meg, vagy annak adna egy pofod. Tehát, hogy nem úgy védeli meg a saját gyermekét, hogy oda menni, és akkor a tiédnek lecsavarna egyet, vagy mit tudom, meghúzna a fülét, vagy a pajaszát megcsavarna, vagy ilyesmi. Nem. Ő nagyon korrekt módon azt mondja, hogy jó, oké, ez okay, a gyereket nem bántjuk, hanem mégiscsak az egy kultúremberek, oda megy hozzád, vagy a feleséget, ez is ledurrad neki. Na mondom, mi történik ebben a játszóházban, figyeljetek. Megvan az a labirintus rendszer, ahol labdák vannak, csúszda van ment, és az egész egy labirintusban zajlik, ugye? Ez igen. Színes. Klasszikus. Minden színes, kismacik, kislabdák, a gyerekek vidáman rohangálnak. Érkezik egy fehér ruhás anyuka, aki elkezd nagyon magyarázni valamit nagyon vehemensen egy képhatáron kívül álló lánya. Jön egy nagy darab fekete ruhás másik anyuka, akinek viszont ez nem tetszik, és elkezd még vehemensebben magyarázni a fehér ruhás hölgynek. A két anyuka veszekszik, megérkezik egy harmadik magas sarkúban lévő, egyébként tip-top szőkek is, anyuka, csillivillik is ruhában, már ketten támadják a fehér ruhás hölgyet, mire megérkezik egy harmadik, negyedik anyuka, aki megpróbálja a kis, hát nem is tudom milyen fehér ruhás lányt kicsit arrébb rángatni. Jöjjön arrébb. Nem történik meg. Ekkor a fehér ruhás nő, akihez először oda mentek, lök egyet a szőkének a vállán, és itt kezd elszabadulni egy pokol. Egy anyuka odaron elviszi a gyerekét, és elrohan. Itt látja, hogy itt pillanatokon belül... Itt vannak a játszóház rémei. Pillanatokon belül... Én azt hittem, hogy Pali kezdtek el a cikk alapján, de most megvan a videó. Figyelj, ez csajbújó. Tehát egy anyuka most gyorsan odaron lehajol az egyéves gyerek, ezt fölkapja, ő elrohan. Tehát ő mondja, hogy ez nem. Tehát aki igazából beindítja a bulit, az a fehér ruhás nő, aki lök egyet a szőkén, ugye? Igen, a fehér ruhás most egy kicsit kimennek oda, ahol nincs kamera, és a kamera nem fordul utánuk. És körülbelül 5 darab anyuka veszekszik egymással. 5 darab anyuka, és a kép jobb sarkában, a kamera sajnos nem tud fordulni, már masszívan zajlik a bujó. Igen. Tehát a kamera ugye fix képvágás biztos, néha egy haj, néha egy könyök bevillan, ott már brutálisan zajlik a bunyó. Valószínű, hogy 3-4-en csépelnek egyet. A gyerekek szájtátva nézik, kijöttek a csúszdás részből, mindenki kisgyerek, kis magas sarkú, kis kosztüm, tehát a gyerekek is úgy vannak föltöztetve, mint a 30 évesek lenne. Sokkal izgalmasabb, mint a labdákkal teli medence, nem? Hogy a azt nem hiszed egymást. El. Mondom neked, 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab anyuka összekapaszkodva, mint amikor tudod, hopp Juliska, hopp Mariskát játszol, és középen ül valaki, akit el akartak dobni a vízbe, összekapaszkodva tépik egymást. És apu még mindig nem avatkozik be? Apu nem avatkozik bele, az egyik fekete ruhás nő úgy nyakon szorítja a fehér ruhásat, akivel kezdett a buli, hátulról fogja, a nőnek lóg a keze, és igen. Konkrétan folytogatja. Fehér orosz szambó bajnok. Nem mennék el egy ilyen moszkvai, nem moszkvai játszóházba, nem szívesen ilyen mennék el. Nem került elő gyerekek, ne, hát ez egy visszafogott buli.
De azért mennyire jó már, nem? És ebben a pillanatban valószínűleg a legkisebb gondjuk az, hogy mi történik a gyerekekkel. Ők ott ütik, verik egymást, megy a bunyó, megy az atok, megy a fájt. Atyaisten! Ebben a pillanatban megérkezik apuka, szürke pólóban. Uh-huh. És aki nem szimpatikus, ott egy rózsaszínű anyuka, mert hogy ő nagyon-nagyon hepciáskodik. Oda megy és jobb kéz, hogy olyat ráver anyukára, olyat ráver anyukára, hogy anyuka konkrétan rózsaszín pulóverben beesik oda hátra a csúszdába, amit már nem látsz, mert szintén kiesik a képhatárba. Hát a szürke pólós anyuk apukának nem tetszett, aha, hogy a rózsaszín anyuka ott nagyon ugra-bugrá. Igen, meg kicsit ő azt látta, hogy ő kiesik a jóból, kiesik a tutiból. Konkrétan ököllel. Tehát a Pali odalép, hogy segítsen a csajoknak, csak valaki hátulról megkopogtatja, vagy a rózsaszín visszafordul, és ököllel arcon vágja a nőt. Atyaisten! És még ezek, egy pofon balról. És gondolj bele, hogy ezek szaporodnak. Bizonyám. Jézus Atya Úristen. Ő is ott van? Igen, és közben a fekete ruhás csaj masszívan folytogatja a fehér ruhását. Tehát ők ketten annyira egymásra akadt. Lehet, hogy megölcsölt a keze. Nem, várj, hogy lehet. Ők közben ott annyira egymásra akadt az anyuka, a két anyuka, hogy ő hátulról... Kopogj már a rohadt anyát! Ő hátulról... Igen, nem akarja lekopogni. De a játszóházban egyébként nincsenek biztonsági emberek, hogy az orosz játszóház, mert a magyarban nincsen. Nem. Hát én most gondolsz arra, hogy egy játszóházban lesz. Biztonsági emberek ilyen, vannak, a mi? Bohóc. Vagy a gyerekek között egy-egy. Hát ez a legritkább helyszín, ahol tömegverekedés szokott kitörni, nem? Hát, nem gondolnád. Azért szerintem itt is előfordulnak ilyen, hogy is mondjam, csak feszültségpontok, tehát egy születésnapon, amikor ugye te, ahogy hívják, ott rendeltél, te mondjuk feketeerdő tortát rendeltél, és ők orosz krémet hoztak! Ha megnézed a videó legvégét, a rózsaszín fősös néni, figyelj, föl kell az ütés után. Ő visszamegy. És visszamegy a buli. Na, a következő történet, ma megfejtettem, hogy van a fekete ruhás, aki folytogatja a fehér ruhást, és a rövid pólós csávó együtt van. A rózsaszín két pofon után fölmegy és visszamegy, erre a fehér a rövid pólós csávó lever neki egy harmadikat, uh-huh, hogy te ne akarjál visszakerülni. A rendőrségi vizsgálat is pont ezt állapította meg. Hogy te ne akarjál visszakerülni a buliba. Úristen. Na, megkérdezzük hallgatóinkat, jó drága hallgatók, írjatok nekünk, nyilván nem ennyire durva esetekről akarunk beszélni, de nagyon sokszor előfordul az, hogy játszótéren valamit beszólnak a te gyerekednek, vagy beszól, nem is beszól, hanem a gyereket csinál valamit, elvesz egy lapátot, és akkor oda mennek, helyre teszik a gyerekedet, de te nem hagyod, hogy helyre tegyék a gyerekedet, hanem azt mondod, hogy mondják neked, és majd te szólsz a saját gyerekednek, nem? Tehát ez így korrekt. Ez lenne a normális. És ebből azért vannak konfliktusok. Mi majdnem kerültünk ilyen helyzetbe. De nem te akartál verekedni, ugye? Én nem vagyok ilyen. Én nem sose akarok verekedni, megpróbálom a szülővel megbeszélni. Nincs is nagyon sok ilyen ügy, mert valahogy a gyerekek mindig lejátszik egymással. Te csak fogtad a Viki két lábát, aki mint a Walking Deadben a biciklis lány így kúszott feléjük, hogy elintézze az összeset. Egy baráti házaspárra voltunk tavasszal Szabi nyaralni, és egy reptéren történt a dolog. Egy francia házaspárra futottunk bele, ahol tényleg baromi agresszív volt a gyerek. És az történt, hogy nekik egy kis pici 3 éves lánygyerekük van, ültünk a reptéren, és volt egy ilyen kis játszóhászerű, nagyon hasonló helyzet, egy játszóhászerű. És azt láttad, hogy először a gyerek lök egyet a 3 éves kislányon, de azt még a kis csaj úgy kezelte. De már láttam, akivel vagyunk, hogy már azért, hogy felsz, hiszen mondom, nyugi, megoldják. A következő pillanatban megint azt láttad, hogy a gyerek nagyon nagyot lök a kislányon, és a kislány hanyatt esett, elkezdett sírni. Na hát a velünk érkező anyuka, hogy abban a pillanatban lobbant. Másik oldalon érkezett az anyuka szintén, a két anya egymásnak esett. Majd ilyenkor már ugye fölkelsz, érkezett ugye a velünk lévő házaspárnak a férj része. Abban a pillanatban megérkezett a másik oldalról a férj. Megérkeztem én is, megérkezett a Viki is, tudod, és ilyen 6 ember idézte egymást, alul a két gyerek. A két pasi majdnem összeverekedett, én próbáltam, hogy senkinek nem az oldalára állni, mert láttam, hogy most ha valakinek igazat adok, akkor ott bunyó van. Az verekedés, igen. Aztán ezt ők cserbehagyásnak élték meg, és mondom, hülye, nem cserbehagytak, már most majdnem összeverekedtetek. Mondom a srácnak, nyugodj meg, menjetek arrébb, megbeszélik, hűzd le a gyereket. A gyerek egy ilyen kis igazi agresszív. Hűzd le a gyereket? Nem, hűzd le! Hűzd le a nigereket. Nem, hogy hűzd le a gyereket. És tényleg nyugodjon meg, csak
értse meg, hogy, hogy agresszív a gyereked. A két nő konkrétan majdnem összeverekedett. Tehát amikor te anyatigrisként véded a saját gyerekedet, csak a másik oldalról megérkezett ugye a másik. De ők nem látták, hogy az ő gyerekük volt az agresszív? Vagy de látták, csak ők azt nem gondolták annak. Aha. Meg nem? Picit ők, tehát van egy típus azért valljuk be őszintén, oké, egy picit vár arra, hogy, hogy ott valami történjen, hogy ott belobbanjon a láng, érted? Tehát, hogy arra vár, hogy gong, és akkor már üthetem a másikat. Tehát neki igazából tök mindegy, hogy ki kezdte, hogy kinek a gyereke, vagy az övé, vagy a másik, vagy nem. Ő egy picit úgy arra vár, hogy így belobbanhasson. Oda megy, és akkor kezdődik ez a anyuka versus anyuka, szabad stílusú MMA. Én nagyon sokszor látok ilyet játszótéren. Ti nem találkoztok ilyennel, vagy nem láthatok ilyet? Hogy a felében? Dehogy nem. Én tudatosan kerülöm az összes ilyen dolgot. Nálunk a béka szokta ezeket na, elrendezni. De ezért tudatosan kerülöm, tehát vannak benne profi a családban. Most minek koszolta hallak, össze a kezed, sopén. Ha van hozzá. Meg te hátulról tudod. Hajrá béka, húzza alját! Talán nem kéne ezt túlreagálni, na mindegy. Most már túlreagáltam. Béka intézi? Egy homokos vödörön nem lehet gyerekek, tehát ez nonsense, hogy ilyen miatt neki mész, a gyerek intézze el, amit el kell intéznie. Na, a béka nem így gondolja a dolgot nálunk, ez nagyon sokáig volt, aztán elbeszélgettem vele, hogy hagyjuk. Tehát ő volt az a szülő, aki nagyon nézte a gyereket. Aha. Jó, az a kislány, az odament, a Somi az, mit akarhat? De a gyereken húzta fel magát, vagy a szülőn? Tehát a szülőn, persze, szülőn. Az, hogy milyen az ő reakciója, mindig a szülő reakciója számít szerintem, nem? Most a két gyerek, hát most 2-3 éves, persze, hát azokat most elvette a vödrét, visszaveszte a vödrét, persze. Uh-huh. Igen. Hát igen, meg az a baj szerintem ilyenkor, hogy nem hagyják a gyerekeket. Rám az van, hogy akkor oda megyünk, és akkor megfogjuk a két gyereknek a kezdet, és gyertek ide, beszéltek meg egymással, hogy kérjétek egymástól elnézést, stb. Nem. Oda megyek az anyjához, beszélek vele, mert az anya, a gyerek az olyan, amire az anyja neveli, vagyis ki nem a felülsérte, meg az anya. Nem, hát te nem nyúlhatsz a más gyerekéhez, azért mondod az anyjának, igen, hogy jöjjön csak ő. Nem mindegy, hogy hogy mondod hát, neki. Nyilván, hogy ő anyádat csinál, nem látod, hogy szemébe szólja homokat! A hülye gyereked az én akkori gyerekemnek, még ez szokott lenni. Ráadásul mi vödrünkből! És akkor rögtön, ja, persze. Mondom, van ez a típus, aki alig várja, hogy történjen valami, és akkor kioszthasson mindenki. Elmondta, hogy te milyen rosszul vagy, milyen rosszul neveled a gyerekedet, és ha lehet még egy sunyi balcsapottat még le tudjon neked nyomni. Hát egy legyintés. Nem csak ez a baj szerintem, hanem tehát, hogy azért nehéz a helyzet, mert hogy van a szülő, aki túlvezérelt, meg van az a szülő, aki egyébként rohadtul tojik arra, hogy az ő gyereke mit csinál. Tudod. És ott nehéz megfogni, amikor nem akarsz rászólni a gyerekre, de látod, hogy étteremben vagy, a gyerek egy igazi aljas kis rohadék, tudod? Az az igazi, igazi égetnivaló, aki kis sunyi, kis aljas, kis... Van itt azért másik kis, sztori is, úgy érzem, a sunyi, kis aljas, kis guzmi. És egy igazi, de tényleg, tehát aki gonosz is, tudod? Amikor már 8 éves, terrorizálja a kicsit, visszél a testi fölényével. Miközben a szülő egyébként 10-20 méterre tőle csontra ma áldogál, issza a sört, és nem érdekli, hogy a gyereke mit csinál. Kezd körvonalazódni a konkrét sztori. Nekem azt, tehát jön elő azért az illába. Azt ilyen sztorit tudnék mondani a környezetünkből, és nem érdekli. És ott állsz, próbálod a saját gyerekedet egyébként megvédeni, ott van az a kis genyes rohadék, és ugye helyre teszed őt is, de szívesen az anyját tennéd helyre. Hogy genyes rohadék 6 éve? Ne! 6-8 évesen már nagyon kis genyes rohadékok tudnak egyébként lenni. Kicsavartad a kezét? Nézd, volt elbeszélgetés. De figyelj, most oda menni 9 évesen. A mászok a mögött. Belerugni direkt egy 4-5 évesben nagyon erőset úgy, hogy zokogva jön ki, az nem nagy teljesítmény. Hát nem, most képzeld, hogy... Tudod, vannak ezek a kis rohadékok. És mondtad neki, hogy engem üst meg. Ja, hát mást mondtam. Nem, Feri, te ilyen, ne csinálj, eleve kilóksz egyébként a mászok a mögül. Tehát, hogy gyere csak ide egy picit, kis fiú! Na. És amikor nem látsz, inkább oda lököd a mászok, és magát a gyerek. Ha nem baj, legalább megtanulja, hogy játsszák le egymással, tudod? Ha, közben jönnek ide. Ezek a szülői hozzászólások. Miközben folyik a gyereknek a homlokáról a vér. Igen, igen. És 2-8 éves nagyon ver egy 4 éves, tudod? Hát tesó, hát most csak ettel rádugrunk, nem? Hát most ebben mi a jó? Hát tudja meg, így van, hogy vannak nála erősebbek. Te hülye vagy. Jaj, értem. Na, hát miatt azok a kettő. A bárfutnál hát rádugáló sörivó szülők, akiknek a 8 évesei terrorizálják a 4 éveseket. Nincs sör a játszóházban, sajnos. Ezért mi a játszóházban, ezt tudok, hogy ahol van. Tényleg? Igen, majd elmondom. Mutat címet. Rövid is van. Pult alól. Mint a banári. Aha.
Én a malát a kólából legyen kedves. Szóval, hogy nem egy ilyen fekete fér a helyzet, és akkor ott helyre kell tenned a gyereket. Ha látod, hogy a szülő tojik rá, hogy a gyereke a csilláról lóghat a játszóházba, az se érdekli, mert ő tinderezik, érted? És ő ül szomorú arca a játszóházban, apuka 130 kilósan, kilógos liccel, és így láttam ilyet. Apuka elfekvő a bőrfotel, brutálisan tinderezik, tudod. Nem érdek. Aktívan párkeres, mama négy kézláb mászik a gyerek után, nem hallgat rá, apa megül a bőrfotelba 100 forintért masszíroztat és tinderezik. Hát most vele hogy beszéled meg, hogy tesó, fog már vissza a gyerekedet. Nehéz. Hát mondjuk igen. De ilyenkor nem az a megoldás, hogy egyszerűen kivonod belőle a gyerekedet? Dehogy nem. A sztoriból azt ott hagyod őket. De látod, hogy kivonod és a helyére állsz, és rendezed a sorokat. Szláv barátaink nem így intézték a dolgot. Ők nem kivonták a csapataikat, hanem még harcba küldtek. Én nagyon vártam, hogy itt fegyver is előkerül a végén. Benne van. Tehát mielőtt rámentek, nem önkéntes rendőrködöm. Na figyelj, jön a másik oldal. Hát én a játszótértől őrülök meg, amikor a gyerek hintázik, és akkor a picikéket, ugye anyukák, apukák eleresztik, és nem figyelnek arra oda, mert ők beszélgetnek egymással, meg mobiltelefonálnak, meg mindent csinálnak, hogy a hinta környékén ugye kolbászolnak a kicsik. Na és folyamatosan arról szól az ott létem, hogy mentem meg a kisgyerekeket, hogy orrtörés, koponyatörés, minden nélkül ugye túléljék a játszótéren a hintát. És akkor szólok anyukának, hogy a harmadszor ment a hinta közelébe a gyerek, tehát hogy meg kellene fogni, hát általában megbántódnak. Tehát én nem szólok, most már csak mentek. Most már csak mentek. Nem, mert tényleg most gondold el, azért egy nagy 8 éves kislány azért meglöki a hintát, hát akkor azért van erő, meg már magassága is van, és ott kolbászolnak, és grubban ilyen csoportba állnak, és borzasztóan nem érdekli őket. És ott megyek, rendezem őket. Most tényleg felelőtlenül hintáztok egy játszótéren, és akkor azok a hibások, akik ott aranyosan arra sétálnak. Igen, mert figyelj kell a gyerekedre. Hát figyeljél a gyerekedre, hogy túlélje a játszó. Hát hogy ne? Hát azért, mikor Karina kicsi volt és totyogós volt, akkor én nem azért mentem le, hogy szövegeljek, hanem figyeljek a gyerekemre. De ők rohadtul nem érdekli őket, hogy mit csinálnak a gyerekek. Tiszta szívemből gyűlölöm a játszóteret. Én is így gyűlölöm van. Az összes játszóteret. Tiszta szívemből gyűlölöm a játszóteret. Veled vagyok. Gyűlölöm. A legszarabb hely a világon a játszótér, gyerekek. Komolyan mondom. Szomorú hely. Arra majd kérjetik, hogy kiürüljenek a játszótérek, és egyenlőhívásatok. Járok. Én megbeszéltük a Vikivel. Egyáltalán nem akar én. Tökre megértem. Én elmondtam, figyelj, ha nekem jön egy barátom, egy másik gyerek, én tök szívesen elmegyek, van kedvenc hely a Beninek, én viszem játszótérek. Ha meg nem jönnek le, fél tinderezel. Ott a telefonom nálam érte. Mind gondolsz, miért jutott az eszébe? Egymást méregető, egymásnak beszóló, megszomorodott anyukák, az én gyerekem a legszebb, az én gyerekem a legokosabb, dehogy okos, hülye, mint a seg és a ronda is, érted? Dehogy okos. A te kis gennyes ronda. Dehogy okos, dehogy szép, hát vegyél már fel egy szemüveget, nézd már meg, érted? Megszomorodva áldogálnak, a mászókánál is fikázzák egymásnak a többi gyereket. Tehát olyan szomorú hely játszótér, hogy szörnyű. Ki akarok veled menni legközelebb, ezután a megszólalás után én ott akarok lenni a következőnél. De én ki megyek. Akarok menni, ki védjek veletek. Ma mi úgy járunk, én hogy két-három fiú. Én azokat az arcokat látni akarom, akik ezt a sallották. Mi úgy járunk át, hogy két-három fiú a gyerekekkel, el vagyunk, leüldögélünk és el vagyunk. De hogy én egyedül oda nem tudok lemenni, én utálom a játszót, utálom a hangulatát, minden. Én viszek tortillát, mártogatott, valami kis üdítőt, és ezt nézni akarom kívülről, amikor megjelentek a Benni. Itt vanok. Semmi, homokozunk, hintázunk, a barátomnak közben rollereznek a gyerekei, focizik velük, beállunk. Ne menj oda a Benni, ezt tudod, milyen az apukája? Igen. Nem, szomorú hely a játszótér, basszus. Minden szülő látszik a kényszer, unatkozik. Érted, hatodszorra megy Pistike a mászókára, jó van, fölrakom a mászókára, de rohadtul mennék az helyeként. Nem mászott még eleget a rohadt kölyken, meg itt már a sorára. Én feleségem elhavahízom, azt viszont de megdugnám, de rám se néz. Érted, erről szól. Tényleg. Ez a játszótér, basszus. Nem így van? De én veled vagyok, hát annyira, na. Én magányos anyagom. Sosem vagy annyira magányos, mint a játszótér. De nem szólnak hozzám, mert az egy magányos hely a játszótér. Testbeszéd a kisugárzás, tehát hogy annyira antiszocban nyomom, hogy oda se jönnek. De nem lehet, hogy te vagy egyedül gyerek. Nem, olyan ember beszélgetését halljuk, aki egyedül áll a játszótér. Nem állok egyedül, én barátokkal megyek. Nem lehet, hogy az Annáikat láttak, csak nem ismerted meg. Nagyon sokan antiszocban nyomják a játszótéren. Én bevallom, de nem jönnek oda. Én nem is akarom,
hogy oda jöjjenek. Tehát én azért nyomom itt, mert én nem akarom, hogy oda jöjjenek. Mert hogy én barátkoznék, nem, bazdom, hogy máshol laknak, nem tudok velük menni. Én ezt imádom, én velük imádok menni. Leülök egyedül, semmi probléma, és olyan kisugárzásom van, nem akarnak ők oda jönni, tehát ismernek ők engem, annyira, hogy nem. Na jó, megvan nektek, együtt kéne kimennetek. Nem, én el vagyok, járok játszótér a barátaimmal, én tök jól el vagyok. Én meg egyedül, és tök jó, én barlangba fogom végezni, mindig ezt mondom. Egyik sarokban te a barátaiddal, másik sarokban annál egy pantiszott arccal. Higgyetek, ez egy szomorú eljátszótér. 8 pontosan 6 perccel. Drága szülők, írjátok meg nekünk, mi volt az élethelyzet, amikor egy másik gyermek miatt kellett konfrontálódni szülővel, hol történt, mi történt, berekedés lett-e a dologból, és hogy tudtátok megoldani. Jó? Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Na, mi pedig ugye beszélgetünk egy videóról, egészen messziről indultunk, mert hogy az egyik orosz játszóházban elszabadultak az indulatok, az egyik gyerek nem tudott viselkedni, beszóltak az anyjának, aztán a bunyóba szép lassan bekapcsolódott mindenki, egy apuka is, aki egy óriásit lekevert egy nőnek. A nőbe azért volt lendület, mert hogy háromszor visszament. Igen, ő akarta ezt a bulit. Akarta ezt a bulit, kicsit. Ő nem adta föl, a pasi háromszor megpróbálta kiütni őt a csatából, ami eleve teljesen értelmezhetetlen és értetetlen, hogy egy nagy darab pólós palimért üt meg egy 40 kilós nőt. De ők azért ezt kicsit máshogy gondolják. Más kultúra. Más kultúra, így van az oroszok. Általában a szürke pólós volt a biztonsági őr, hát ez igazából mindegy is. És rögzítette ezt a biztonsági kamerája ugye a játszóháznak. Mi pedig arról beszéltünk, hogy kikerült már hasonló helyzetbe itthon, amikor is hát a két gyerek között volt valami nézeteltérés. És te nem feltétlenül akartál rosszat, csak megpróbáltad helyre tenni finoman a gyereket, na arra már megérkezett a szülő, és elindult egy nagy csetepaté. Vannak hasonló SMS-ek, van, aki persze más gondol a játszótérről, mint amit mi gondolunk. Hello, leült mellém bomba anyuka, 10 perc kötelező kör után csak annyit mondott a játszótéren, zavar-e a melltartó, vagy zavarna-e, ha levenné? A játszótér közepén. Higgyetek el, nem egy szomorú hely. Látod? Nem nyilatkozom. Higgyetek el, nem egy szomorú hely. Na, hát velem ilyen sose történt, hogy anyuka levette a melltartóját. Akkor lehet, hogy nem tartanám szomorú helynek. Oboda reggeli, helyszín Borsodi kisfalu, kisfiam leül reggelizni, másik gyerek piszkálja a gyerekemet, és azt mondja, hogy csúnya a szavakat mondogat, amit a fiam nem tűr. Ajjajaj, ezt nem tudom befejezni, mert ennek nincs ilyenek az SMS-nek. Mindegy, elolvashatatlan. Nagyon régen történt, Balaton homokvár építés, idegen gyerek eltapossa, ne csinált kérés többször, két fiú között elcsattan egy pofon, két szülő látja, nem szól. Aztán megoldottam a problémát, ezt Marika küldte nekünk. Anyukám vitt Toviba, és egyik reggel a Hóvirág csoport legundokabb kislánya Ágóta odajött hozzám, és csipőretett kézzel közölte, hogy már pedig én nem játszhatok a babakonyhában. Erre édesanyám mosolyogva intett neki nagyon kedvesen, gyere egy picit félre. Máig nem tudom, mit mondott neki, de egész nap azzal játszottam, amivel csak akartam. Azért ott tudod, mi lehetett. Megeszed a saját közedet könnyékig, ha még egyszer így mondta. Ja? Három éves kislányom állt, egy nála idősebb gyerek lelökte a csúszdán, oda mentem, rászóltam a gyerekre, hogy egyszerűen nem szabad ilyet csinálni, erre jött az anyuka, és lekevert egy pofont, mert zavarom a gyereket. Nem á. Ezt Levi küldte nekünk. Tehát megverte Levit? Rászólt a gyerekre? Hát egy saller, hát jó gyerekek, hát most valahogy neveled a szülőt is. Mit csinálsz ott állsz a játszótéren, oda jönni, és lever egyet? Engem? Hát most így de nem fog semmit csinálni. De most komolyan, ő pont azért fog visszaélni a helyzettel, igen. Mert tudom, és tudja, hogy nem fog semmit csinálni. Ott van a nagy darab Rákóczi Ferenc, ismert ember. Hogy hívják, és oda megy, hogy egy irgalmatlan pofont ledúrom. Mondjuk néznék, igazatok van. Most mit megütöd? Mit csinálnál? A 60 kilós anyukát. Ő pont ezzel él vissza. Aha. Hogy tudja, hogy te kultúrember vagy. Cáfolj rá. Na jó, nem. Azt mondja, én csak egyszer szóltam egy anyukának a suli előtt a gyereke miatt, 3 hónappal később a rendőrségen kötöttem ki, mert feljelentett garázdaságért. Jézus. Aztán ejtették a vádat. Azt mondja, hogy Peti vagyok, 8 éves, egyszer felnők, ez még egyszer felnők, Balázs, köszönjük szépen. Úszómester voltam, és az élménymedence csúszdáján egy kisrác rácsúszott egy másik kisrácra, de nem lett semmi komolyabb sérülés. A sértett kisfiú apukája kiosztotta a fiára a rácsúszott gyereket, erre az ő nagypapája odalépett, és az ökrét odanyomta a gyermeket fegyelmező apuka arcára. Erre az esetre nem kaptunk kiképzést a vízimentő tanfolyamon. Egy nagypapa odalép aztán. Ez a bal kezem a kerepesi, jobb kezem a Kozma utca. Elnyomta ezt a nagyon rossz dumát.
Atya Isten. Hát most mit csinálsz egy ilyen nagypapával, nem? Jobb kezem a János kórházban, kezem a kerepesi temető. Jó, jobban vagyok, atya. Szikár vagyok, de villám gyors. Nyugodjon meg, papa, nincsen. Nincs semmi baj. Egyszer sírva mentem haza az óviból, mert megvertek. Apám azt mondta, ha még egyszer hagyom magam, tőle is kapok. Ezek után volt, hogy másodikosként lógtam a genye 8-os nyakába, és megharaptam a fejét. Kaptuk ezt is SMS-ben. Azt mondja, a játszótér a tipikus hazai mentalitás tömörítve. A szülők többsége utál, leszól, lenéz mindenki más, csak az ő gyereke legyen előbbre. A legnagyobb baj ezzel, hogy a gyerekeket már egészen kiskorban így nevelik. Egyébként tökéletesen így van. Valami nagyon fura korképe a játszótér a jelenlegi társadalomnak egyébként. Igen, tényleg így van. Ez tök jó megfogalmazás. Igen, meg jó. Tényleg ez a baj, hogy nem is, de hát nem is kicsiben megy az ott, ami egyébként bárhol máshol. Mert itt tudom én, egy parkolóhelyen összeveszel valakivel egy bevásárlóközpontban, vagy mellett, és akkor ott valami kis húzakodás lesz belőle, az egy dolog. De ez, hogy verekednek a szülők a játszótéren, és a gyerekek tényleg ezt nézik végig. Jó, én a bevásárlókocsin való pofoszkodást se értem, azért, amit te mondtál. Te... Nem a parkolóhelyet mondtam. Vagy a park, vagy parkolóhelyet. Azt meg már érted. Azt mindig úgy csinálom. Roland vagyok, én egy kézzel fölkentem a csávót a falra, mondtam neki, még egyszer bántja a keresztlányom, kibelezem, ekkor szólt rám az óvónő, azonnal tegyem le azt a gyereket. Nagyon bátor. Nagyon bátor. Megmentettem egy 3 éves gyereket a rádülő biciklitől, az anyja meg csak azt látta, hogy próbálom máshová terelni a gyereket, erre oda kiabált nekem, hogy hagyja békén, majd megneveli az, aki a mai napig. Egyébként nem értem, jött SMS-ben. Nálunk az iskolában két gyerek összekapott, másodikosokról beszélünk. Az egyik srác odakötözte a másik srác kabátját a zsinórjával a kerítéshez. Másnap anyuka egy kötelet hozott az elkövetőnek, hogy most akkor ő lesz kikötözve. Igazgatói lett a vége. Ezt Lac küldte nekünk, köszönjük szépen. Van még egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Hello! Ciao! Hello, jó reggelt! Gabi vagyok! Hello! Hát mindenek előtt én azt szeretném hozzáfűzni a Feri véleményéhez, hogy a saját tapasztalatomon okulva nekem már felnőttek a gyerekeim, de a nagyobbik lányom az borzasztóan félénk volt. És gyakorlatilag egy gyerek, hogyha ilyen félénk és őt bántják, ha nem tapasztalja meg egész pici korában, hogy őt megvédi az anyukája vagy az apukája, aki ott van vele a játszótéren, ha őt atrocitás éri, akkor nem számíthatunk arra, hogy ő meg fog bennünk bízni a későbbiekben. Mert ugye mi vagyunk az erős vára annak a pici gyereknek, és hogyha ő nem az a karakter, aki visszaüt vagy verekszik, akkor csak mi tudjuk megvédeni, ha ő olyan picike még. Hát igen, ebből van sokszor a konfliktus, igen. Volt is, az óvodában is volt, hogy volt ilyen fényképezés, és akkor volt egy kislány, amiknek aztán vállófélben voltak a szülei, ezt később hallottam, és eléggé verekedős lett ebből kifolyólag, és aztán hát a kislányom az meg ilyen beszokatos volt az óvodában, és hát ő ottan molesztálta. És hát bizony leültem mellé, és mondtam neki, hogyha még egyszer hozzányúl, eltöröm a kezét. A kislány a következő 2 évben előre köszönt, és akkor így le volt rendezve ez a történet, de azt gondolom, hogy mindenképpen meg kell védeni azt a gyereket, hogyha ő nem védi meg magát, mert arra viszont nem taníthatjuk, hogy most verd laposra, mert különben akkor én verlek meg otthon, ahogy az előbb. Igen, hát vannak egészen fura SMS-ek, persze. Igen. Persze, ez semmiféleképpen nem működik, és ja, hát meg volt még egy sztori, az a kisebbik lányommal volt, hogy fölöltözött gyönyörűre, és akkor az egyik kisfiú az meg jött, de csúnya vagy, fúj, de undorító, így úgy, amúgy mondta maga, egész odáig, míg a lányom elkezdett sírni, de 8 évesek voltak a picikék. Hát és aztán akkor is oda mentem, aztán a kisfiúnak mondtam, hogy ha még egyszer valami más mer mondani, ha azon kívül, hogy milyen szép és milyen gyönyörű, hát akkor velem gyűlik meg azért a baj. Te rendezed a sorokat, igen. Te terrorizáltad az összes gyereket, igen. Anyuka felhívott engem este, hogy jaj, de hát miért nem szóltam neki, hogyha valami baj van a gyerekkel, mondtam, mert a gyerekkel volt bajom, nem veled. Hát, ebben feltétlenül nem értek egyet egyébként. A gyerek viselkedése az tükrözi azt, ahogy őt neveli. Hát igen, csak persze. Te elvárod saját magadtól, meg az összes szülőt, hogy megvédje a saját gyerekét, ugyanakkor nem adsz lehetőséget a másik anyukának, aki téged fölhív. Na, leghasznosabb szerintem, hát ha... Ebben,
a szülőnek szól az ember. Nekem a gyerekkel volt bajom, nem az anyával. Persze. Hát anyagot volna oda szemtelenkedni, neki is mondtam volna igen. valamit. Istenem, remélem nem megy óvodába járnak a gyerekeim. Hogy egy játszótérre járnak. Vagy nem találkozunk egy játszótérre, pikpakodol és fölpofozol, én meg csak ott állok, hogy föltegyem a csúszdára a gyereket, érted? Apa, néni azt mondta, hogy eltöri a kezemet. Nem, én pontosan úgy voltam, ahogy ti, hogy, meg ahogy az Anna, hogy álltam a játszótéren, a saját gyerekemmel foglalkoztam, és gyakorlatilag nem barátkoztam. Nem, igen, az egy tényleg érdekes, érdekes lakótele, a lakótelepen nőtt fel a nagyobbik lányom, na az, az egy igazi szociológiai tanulmány lett volna, ami ott elhangzott a játszótere. Hát az óriási. Egy érdekes, érdekes leképződés egyébként tényleg a magyar nagyon. Társadalomnak a játszótér. Nagyon, nagyon tanulságos kis hely. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Nekünk meg itt vannak vendégeink, akik már megérkeztek kipihenten, frissen, fiatalosan. Tóth Gabi és Gáspár Laci. Hello! Hello! Sziasztok! Azon rögtem, hogy mind a két kommentelő Gabi volt, úgyhogy lebuktam, mert gyorsan beírtam valami pozitívat így a vasárnap után még. Gyorsan írogattatok egy picit. Mi az SMS, SMS számunkra? Jó reggelt mindenkinek! Hello! Na, hát egészen frissen kipihentek vagytok. Így korán reggel. Hát hétfő nem hakni nap, ugye? Tehát két reggelre tudunk aludni. Nekünk tegnap volt vasárnap, vagy amióta megy a műsor, azóta a hétfőre csúszott át a vasárnap, úgyhogy egy kicsit most ilyen ki vagyok pihenve, nem tudom, Laci, hogy van vele. Lacikám, mi újság? Jó, nekem közel ez, a mikrofon. Nekem ez a korán kell, és igazából most már nem annyira gond, mert megszoktam. Tehát, hát meg aki szép, az a reggeli szó. Nem, nem, az, azért, nem, azért szoktam meg, mert két évvel ezelőtt a Mirike, mikor felköltözött hozzám, akkor én vittem iskolába minden reggel, meg én is mentem éte, tehát ilyen 5 óra, fél 6-os kerés maximum, az már így bejátszott. És aztán ezt így nem akartam abba hagyni, mert mondom, akkor reggel, minden reggel korán el tudok menni edzeni utána is, tehát az a baj, hogy aztán mégis abba hagytam. De most edzel? A Starbusztár óta mindig megyek edzeni. Úgy, mit csinálsz? Hát megyek edzeni, kicsit futok, megyek, nem tudom, megyek edzeni, de mit csinál? Nagyon menő, mert vagy 15 kilót fogyott. Nem, még csak 11-et. 11-et igen, csak? Igen, 6 hét alatt 11 kilót fogyottam. Azt én felszedtem helyettet. De a műsorra készült, egy műsorra lefogyott egy kicsit. Nagyon rossz érzés volt nekem az, hogy mindig nagy hasra kell kiállnom, és nem volt erőm kedve menni igazából, és akkor már mentem edzeni, és hát nem nagyon eszem, csak halad meg zöldséget, meg edzek majdnem minden nap, úgyhogy megvan már az eredményem. Ez 5 évvel ezelőtt is ez volt a sztori, hogy nem szereted magad, nem szeretsz kiállni. Nem 5 évvel ezelőtt, hanem 11 évvel ezelőtt. Vagy 11-en. De tudtam, hogy visszatérő. Igen, és akkor ugyanígy meg aztán elkezdtem fogyózni, és akkor is, akkor 23 kiló ment le, az volt az életem első fogyókúrája. És hát aztán ez valahogy így megint kezdett visszajönni, és most megint erőre kaptam a Star Wars Star műsor. Hát miért félsz, hogy esetleg rátoztanak valami elmos világsztárt? És oda meg kellene a Damiot. De már tud valami. Először az volt, amikor megkaptam a Michael Jacksont, akkor teljesen kikészültem, hogy úristen, most 100 kilóval hogy fogom megcsinálni, és akkor nagyon elkezdtem erre rágyúrni, aztán tényleg még mindig kell fogyni, szerintem egy 5-10 kilót, de most már legalább elindult. Hogy néz ki a hetetek ilyenkor? Tehát az ember vasárnap meghallja, hogy mit alakít ugye a jövő héten. Ezt előre gondolom nem tudjátok, tehát ez valóban ott nektek meglepetés. Nem ott tudjátok meg, őszintén a reakciók, úgy látom, hogy akkor kik lesztek a jövő héten, ugye? Igen, ott tudjuk meg. Gabi, közelebb egy kicsit nyugodtan. Igen, ott tudjuk meg egyébként, és nyilván kevés időnk van arra, hogy felkészüljünk. Most egy dalt úgy magadévá tenni, még önmagába is nehéz betanulni egy tehetségkutató versenybe, és amikor a Megasztárban voltunk. De amikor teljesen át kell formálod magad egy karakterre, akkor aztán tényleg levenni minden mozdulatát, meg azt az érzést, hogy az ember úgy tényleg oda tudja tenni magát, az egy kicsit nehéz, főleg ahogy így fogyunk, így egyre több dalt kell megtanulni, mert a műsoridőt ugye ki kell töltenünk, úgyhogy... És akkor hétfőn elkezded a dalt megtanulni, hétfőn már átpróbálják a maszkot, vagy annak is megvan az ütem, hogy az még csütörtökön teszik föl először, pénteken teszik föl, hogy csináljátok? Én úgy szoktam csinálni például, hogy hétfőn meghallgatom nagyon, nagyon nagy figyelemmel a dalt, és általában akkor mindig ráparázok, megmondom őszintén, főleg a múlt héten, tényleg úgy volt. Hát a múlt héten én annyira kikészültem, mikor belehallgattam hétfőn a Men in Black dalba, hogy ismertem a dal, de hát hogy mondom, csávó, hol vesz levegőt, hol vannak a sorvégek, hol vannak a rímek, mi ez? Egyfolytában volt az egész szöveg, és nagyon sok, és nagyon ráparáztam erre, de azt hiszem, hogy most már ez nekem, ez így jó, mert bejön, mert annyira ráparázok, hogy annyira felszívom magam, hogy aztán egész héten dupla gőzerővel tudok készülni. Tehát szerintem ez így
De ezt rólad a stábban azért lehet tudni, hogy te ez a Pali vagy, aki megkapja, négy napig kikészül, egy napig kivorul, pénteken még egy kicsit hisztizik, hát azért nekünk is vannak információk. Szombatra veszél teljesen a fonalat, és azt, hogy nem csinálja, feladja, vége van, nem bírom. Vasárnap a próbán már nagyon ki van, és oda megy az élőbe, és olyat csinál, mint kevesen. Tehát, hogy ennek így megvan a fejlődés. De ezt nem direkt csinálom, hogyha megvannak az infó, akkor azt is lehet, hogy tudjátok, hogy a fő próbán pénteken én a táncot is elrontottam, még a szöveget azt teljesen leblokkoltam, tehát annyira rá tudok parázni erre, meg nehéz. De te bármire ráparázol, nem csinálom, nem csinálom, nem csinálom. Nem mondom, még azt tudjuk, hogy kit fogsz járni, nem csinálom, nem csinálom. De lehet, hogy nekem ez kell ahhoz, hogy így valahogy így felszívjam magad. Meg hát így altatod a többieket, nem Gabi, erre nem gondoltál, hogy van ebben egy ilyen kicsi altatás, elrontom, nem tudom, ráparázom, aztán vasárnapra valahogy mindig összeáll. Nagy zsivány, amúgy mindig mondja, nem lesz jó, nem tudom megcsinálni, nem tudom megcsinálni, és van benne egy kicsi, és akkor olyat nyom, hogy mindenkinek leszáll a feje, de egyébként én értem a Lacit, mert én is valahol ilyen vagyok, csak én próbálok ki a háttérbe hisztizni a két menedzseremnek, Csórik, hát azért már ki vannak tőlem borulva, úgyhogy nekik szoktam mondani, de hogy én is így lefárasztom magam, tehát már annyira izgulok, hogy már mire odaérünk vasárnap, már tényleg semmi erőnk arra, hogy izguljunk, de azért nagy a tét, mert most, tehát közismert emberek vagyunk már, megismertek minket, tudják a dalainkat, így kiállni sokkal nagyobb felelősség, azt gondolom, mint na, hát itt valaki más bőrébe kell bújni. De akkor is ott vagy... viszed vására, nem az övéd, akibe belebújsz, na, nem? Meg a másik, amit még szeretnék ezt hozzátenni, hogy amikor olyat kapsz, hogy szereted az előadót, bár nehéz a dal, meg nehéz megcsinálni, de szereted. Tehát én szerettem Michael Jacksont is, nagyon Whitney Houston is. Az a baj, Jacko-t csak elrontani lehet, de tényleg, igen. Tehát ezt egyszer valaki említ, hogy Jacko-t csak elrontani igen. Lehet, és ahhoz és nagyon nehéz hozzányúlni. Az egy nagyon-nagyon-nagyon erős paraérzést ad, hogy szereted az előadót, és nem akarod elrontani, nem akarod rajta, hogy röhögjenek, hogy na hát most én víz, tényleg gyerekkorom óta szeretem, nehogy már azt mondják, hogy na hát ezt most nagyon-nagyon-nagyon elrontottad. Hát ez nekem rossz érzés lenne. Attól félsz, inkább röhögjenek rajta, csak ne rontsam el. Hogy mondjuk a rendes karrieredet például ez befolyásolja? Ez bennetek van? Nincs, nem? Hát szerintem, bocsi, hogy megint én beszélek, de szerintem... Azért van benne ez is, mert ugye egy, énekelünk. A másik az, hogy szerintem itt meglátszik az, hogy egy picit az, hogy ki mennyire bevállalós, meg hogy ki milyen arc. Hát, hogyha valamit nem akarsz nagyon bevállalni, akkor meglátszódik az, hogy na figyelj, nem akart. Most elsőre megtartam a Meghan Trainort, én szívem szerint azt mondtam volna, hogy állj. Állj fel a bint. Olyan angol kamukat nyom hátul amúgy, hogy basszus, hihetetlen. Állj fel a bint. Mi volt az első közös dolnál az angol kamu, amit állandóan toltunk? Nem tudom, de mindig van valami. Hero. Igen, annál a dalnál volt valami, és olyat tolt. Miért a VSZ-be voltak megfelelő angol szavak? Hát azért hallgattam azért. Megtanultam. Na. Tényleg megtanultam. Miért? Emlékszem igen? Say that if I kick it, your man, I see my nose, you get kicking on you. Ezt mondtam éjszakra, hogy fordultam egyik oldalamra, másik oldalamra. Óriási van. Körülbelül erre még visszatér, mert ebben még elhallgatok. Hányszor hallgatjátok meg a dalt, mire odaértek, hogy vasárnap kiálltok a színpadra? Komoly meló van benne, ez látszik, ez vitathatatlan, de körülbelül ugye, hát egy kis párnál mondjuk lehet, az ember szerette gyermekkorában ismeri a szöveget, de mégis, ha mondjuk ismeretlen a dal, hát baromi sokszor meg kell hallgatni, hogy reflexzerűvé váljon vasárnap. Igen, így, én mondjuk a Ragamuffinnál voltam így, az Ellen Junior dalnál, ahol tényleg nem tudsz levegőt venni sehol, és jó, a Ragamuffin stílus, aki ha veletek itt kerázza, Ellen Junior veletek itt a házban, és fölkeltem, és reggel is, és forgolottam az ágyba, és mint egy stroboszkop a fejem villogott basszus, és ez a szöveg ment körbe, DJ a kedvenc számom járt, és én ugyanez volt. Ez is dolgokat tudok mondani például. Na mondjál nagyobban! M6-os autópálya Paksnál. Igen. Megálltunk tankolni, benzinkutasász oda jön, azt mondja, segíthetek? Mondom, várj, és jártam a dance-et, közben énekeltem, hogy a sárban értem. Mentél valahova, és közben annyira stresszben, igen, mentem felépni, és annyira stresszben voltam, hogy kiszálltam, és mielőtt tankoltam volna, addig én eljátszottam, és megnyugodtam. Megcsináltam a koreográfiát, megnyugodtam, bementem tankolni, kivizettem, éjtel, visszamentem, még addig nem ültem be a kocsiba, hogy megint el nem táncoltam. A pénteken elrontottam, és nem akartam még egyszer. Hogy nézzétek, a csávó megőrült, tám, ezért moonwalkozik, és itt ották úton értem. Amúgy szerintem nagy buli az egész, tehát bulinak kell felfogni, tehát hogy nem szabad rágörcsönni, azért van egy-két versenyző, aki átjön azon a maszkon keresztül, és hogy teljesen rá van erre az egészre feszülve. Miközben nyilván vannak olyan dalok, mondjuk nekem a Kovács Kati, amint tényleg az volt, hogy mondom, tudom, hogy ezt most oda kell tenni, és meg kell csinálni, de mondjuk én játékos a feladatokat, tényleg akkor lesz az egész humoros, meg akkor jön ki ennek a műsornak a lényeg. Ez egész egy show, persze, ha ti is élvezitek. Tényleg, igen, abszolút. Hát én is azon előadásokat és azon előadókat szeretem a legjobban, akiknél elfelejtem, hogy ki az eredeti is. És szerintem azok a jó előadók,
előadások, amikor eltűnik mögötte az eredeti ember, Gabi, a lemondás elfelejteni. És azt látom, hogy ott van valaki, aki kicsit belehal abba, hogy az legyen, akivé válnia kell. Ha valaki így oda megy, kicsit eltáncolja, lehaknézze, a kevésbé szeretem. Sokszor látok ilyen előadást is. Én azt szeretem, amikor meghaltok ott a színpadon, annyira a karakterré akartok válni. Hát nálad a Kispál karakternél ez látszott, hogy egyszerűen beledög lesz, annyit melózol rajta, hogy úgy tartsd a fejed, úgy énekeljél. Igen, abban tényleg ez volt a nehéz, hogy most gitározzál. Tehát, hogy mit hozol ki? Tehát annyira ilyen eszköztelen volt az egész, hogy azt sem tudtam, merre van az előre. Hát próbáltam ezt a nagyon furcsa állapotot magamra venni, de a Lacival szerintem mi nagyon ilyen ösztönös emberek vagyunk, és tök jól tudjuk azt, felszívjuk magunkat, és akkor tényleg oda rakjuk. És de azért konkuráltok is, nem? Tehát Laci, te figyeled, hogy Gabi mit kap, olyat akarsz kapni, azt nézed, kicsit reklamálsz, hogy miért nem olyat kapsz. Azért van, nem, amit, nem folyik nem igaz, azért, csak ez, mondom. Ez nem igaz, nem. Nem igaz, nem szeretem a Gabit, meg én nem dukkolok neki egyébként. Tehát csak meg akarod nyerni te. Nem, nem volt bennem eddig ilyen érzés. Igazából egyszer mondtam, nagyon őszinte akarok, amikor egyszer mondtam azt, hogy amikor Kovács Karit elénekelte, mert én akkor egyébként állva tapsoltam neked. És akkor azt mondtam, hogy nagyon-nagyon jó volt az a dal, mert nagyon meg lehetett mutatni benne azt, hogy milyen hangja van. És akkor azt mondtam, hogy az én is szeretnék egyszer egy olyan, amiben nagyon lehet egy nagyot énekelni. Hát csak ennyit mondtam. Akkor kaptad meg a Will Smith-t, amiben nincs ilyen. Igen, pont azután kaptam. Ez nem baj. Mi volt a Kovács Katival? Azt olvastam, az csak ilyen bulváros. Írjunk még valamit a műsorról, vagy valamire tényleg berágott. Mert pont erről beszéltünk valamelyik műsorban, hogy olyan kár, hogy az emberek egy csomószor megsértődnek, meg ebben az országban egy csomószor nem értik a humort, meg tényleg kint a Conan O'Brien, meg a Jimmy Fallon bármit megcsinál, itt meg mindenki mindig mindenre megharagszik. Az igaz volt, vagy ez egy ilyen bulváros feldítés volt, hogy nem jött el, nem segített, nem vette föl a telefont? Tudhatunk erről valamit? Nézd, én nem nagyon szeretnék ebben már így belemenni, mert tényleg én nagyon tisztelem a művésznőt, és nagyon, nagyon örülök, hogy megkaphattam ezt a dalt, és elénekelhetem, remélem, hogy megnézte. Hát is baromi jó volt. Én is úgy éreztem, hogy ez most így jól sikerült érzésben is. Szerintem ő most így elfoglalt, meg igaziból az ő magánügye. Tényleg, nem tudok rám, tehát hogy nyilván én egy akkora legendát maga a kora miatt is tiszteletbe kell tartanom, biztos, hogy meg volt jó oka arra, hogy nem jött el. Nyilván nagyon örültem volna, hogyha hogy végighallgat, de lehet, hogy szétstresszeltem volna magam a vasárnapot ülésnél. Tehát, hogy lehet, hogy ilyen szempontból meg... Nem lehet, hogy a Katinak az eset rosszul, hogy nem, a Laci kapta meg azt. Nem, mi egyébként jóba vagyunk, tehát voltunk már együtt színpadon is, énekeltünk együtt, úgyhogy nem hiszem, hogy velem problémája lenne. Tehát biztos vagyok benne, hogy ezt egy kicsit felfújták. Én is sajnálom, mert egyébként nagyon örültem volna, ha eljön, vagy Lovasi Andrásnak is nagyon örültem volna, de mondjuk ő nyilván indokolta, hogy miért nem jön el. Tehát az ő, ez az alternatív underground vonal, ez nem fér. Kevésbé engedi meg, hogy ilyen beüljön egy ilyen mainstream műsorba. Úgyhogy Laci, az jobban ki volt, hogy nem jött el Will Smith. Igen, mert én is követtem őt egyébként a Facebookon, meg minden, meg írtam neki, hogy young man, great job, minden. Nem írtam, hogy great job, right, young great job. Hát annak biztos nagyon örül, hogy young man, great job. Jó, nem, csak hülyeskedtél, követem őt, meg minden, tehát... Mennyit van rajtatok a maszk, vagy mikor kerül föl rátok? Mert azt hallani, hogy órákig készült. Tehát tényleg minden, az ember minden héten többször beül egy ilyen sminkszébe, és órákat mozdulatlanul ott ül, mire rákerül? Én nagyon szerencsés vagyok szerintem eddig, hogy még maszkolni nem kellett, mert tényleg az a 2-3 órás munka, az nagyon kemény lehet. Hát látom, hogy mi a vízvisznél csak egy bajhajat tettek, bajusztatok. A fülem mögé tettek ilyen szilikon valamit, hogy elálljon egy kicsit a fülem, de még jobban állhatott volna szerintem, de amúgy így jó volt. Nem voltam annyira vicces, csak egy picit. Aztán mi volt még? Hát a saját szakámat övesztettem. Ja, a haj azon nagyon hát az zseni volt. Zseni volt a hajad. Nagyon afró volt a hajad. És milyen csodás volt az az óriás bongyos sér. De az tetszett, az tetszett. Meg a magasság. Amikor maszk kerül rád az órák, tehát tényleg be kell ülni, órát ott ülsz. Igen, 3 óra, mire felépítik ezt. Ez egy szilikon maszk, és igaziból a legnehezebb úgy, hogy az éleit gyönyörűen elsimítani, hogy az egész össze tudjon az arcoddal mosodni, és akkor még utána kerül erre a smink, tehát egy speciális smink, és egy ilyen alkoholos gőzben ülsz, vagy 3 órát, tehát így jöttem ki a stúdióból, azt se tudtam, merre van az előre, nekem teljesen leszállt a csendesség, mondom, hát így kell színpadra menni, és akkor utána még a szemöldöködet megcsinálják, felöltöztetnek még a paróka, úgyhogy egy ilyen 4 órában benne van egy ilyen tortúra. Most gondolj bele, végigültem, valami durva csodatort éltet, hogy én ezt végig tudtam meg. Elképesztő meló egyébként. Most kik lesztek? Most kit kaptatok? Kik vagytok? Hát én nagyon teljesen zállott egyébként. Na. Hát teljesen ugyanolyan leszek most. Cher. Zseni. Zseni. Cher, jó, de várom.
teljesen testhez álló tök egyértelmű. Nyilván egyébként a fiúknak sokkal jobb, mert könnyebb ilyen szempontból, mert hogyha ők nőnek öltöznek, azon sokkal jobban röhögnek az emberek. Most mi, amíg mi férfinak öltözünk, még azt is mondják, hogy fúj, de undi. De most az előbb mondtad, hogy én mindig megjátszom az ráparázok. Hát most szerintem ráparázok rá. Igen, te még nem tudod, hogy sem leszel, és már két hete attól lettek élő sem. Én is kíváncsi vagyok, meg olyan, mint a kívülről nézném magamat, és én is fogok szórakozni ezen, de amúgy meg is kell csinálnom, és azt nem tudom, hogy hogy fogom. Ja, azt nagyon szeretem, amikor kicsit visszaszólsz a zsűrinek, meg osztod őket. Én azt bírom, amikor kicsit a havast, kicsit mindenkit helyre teszel. Ha nem értesz egyet egy véleménnyel, akkor te kicsit helyre teszed őket. Ezt folytasd nyugodtan. De tisztelettel. És szoktatod már Laci magadon egyszer is nyához? Nadrág alatt most is ott van. Igen, magas sarkóba jöttél? Szőrtelenítés, az majd megint fog kelleni. Jó, tényleg most ez a... Már most kezd, épp hogy kezd visszanőni most a lábamon, meg minden. De le kell, hol, minél, vagy hol le kell szedni a szőrt, tényleg? Mindent, az egész is lábamról, a kez, karomról, de rossz volt, az egész kezemről és minden annak. Atya is. Kicsit is mondta, hogy apa, ez így nem jó. Apa, most ne vigyél. Nem, mondta, hogy figyelj, apa, figyelj, legközelebb már ne szedjék le a szőrt rólad, és ne legyél ő. Na mondom, gyere velem, most a próbára, majd elmondod. Odaérünk, kérdezik, hogy mit szólsz, hogy apa nő lesz? Azt mondja, éljen. A fia. Én egyébként Cserháti leszek, a fiatalkori Cserháti Zsuzsát kaptam, úgyhogy azért elég nagy a felelősség most rajtam, mert nyilván tudjuk, hogy egy tényleg mekkora ikon és mekkora legenda volt, főleg úgy, hogy a tesómat, meg mindenki Cserhátizza, na most ez már kapra. Nem a szabadott volna engedni a Gabi Cserhátit, azt csak te énekelesz, tehát most nyilván mi is olvassuk ezeket a kommenteket, én próbálom így teljesen elszeparálni. Nem, ez csak úgyhogy nem lesz könnyű, igyekszem majd valahogy ezt az életérzést átvenni, úgyhogy durva lesz. A zsűri pontozását mondjátok meg nekem, mert azt nem értem. Nem azt mondom, hogy minek vannak ott, nem erről szól a dolog. Csak mert jók egyébként, meg tök jó részei a műsornak. Csak még adnak valakinek 32-t, valaki kap mondjuk 33-at, közben bejön 150 ezer szavazat valakire, vagy 50 ezer, mit tesz hozzá az egy pont, vagy az a két pont, amivel ők többet vagy kevesebbet adnak? Nekem ezt nem sikerült 3 év alatt megfejtenem, hogy... Úristen, mi csak énekesek vagyunk. Majd megkérdezek. Nem értem, hogy ők mit pontoznak, mert utána jön 50 ezer szavazat valakire. Állítólag összegzés van, és akkor az hozzácsapódik. Nagyon fontos az, például, amikor ha most valakinek, mindenkinek 10 pontot adnak általában, vagy 9-et mondjuk egy adásban, és mondjuk az egyik kap 8-at, mint amikor én kaptam a Simple Red, de a Havas úrtól 8-at. Azt megjegyeztem, mi Laci? Hát majdnem kiestem. Havas úrtól? Hát a tanár úrtól, persze, és azt mondta a Simple Redre, hogy az legbutább dal. Tehát a Simple Red pont arról híres, hogy buta dalokat csináltam. Jó, hát ezt a Henriknek bocsássuk meg. Pia, Henrik az első két műsorban se tudta, hol van nagyjából. Tehát, hogy a harmadik műsorra talált magára nagyjából. Én most már őt szeretem szinte a legjobban, mert annyira más, mint a másik három, hogy én nagyon várom, amikor a kis táborban, amikor megvettem az első Skodámat, tűlök előre, de én imádom őt ebben, mert nagyon életidegen, meg nagyon egyedi, más, mint a másik várja három. Várja azt a dalt, amit végre ő is ismer. Egyedi. Amikor a Karelgott elénekelte 67-es táncot, jó a Henrik. Ugye nekem most is mondta, hogy most is különlegeset mondott, azt mondta, hogy Will Smith, mint el, nem szereti. Hát én nem tudom, hogy szerintem hol van még egy ember a Földön, aki nem szereti Will Smith-t. De Lovasit hát a világ egyik legjobb színésze, de ő nem szereti Will Smith-t. Nem szerette Lovasit se, pedig azt gondoltam, hogy azért ilyen, tehát az értelmiségiek ezeket a tarisznyásokat igen. Mit kaptok vasárnap? Reméljük, hogy még alszanak ilyenkor ők azért. Egyébként nagyon jó, tényleg színpisznek a műsorban a legjobbak. Nem nagyon élvezzük, meg az egész egy buli, egy nagy buli, tehát én mindig azt mondom a kommentelők is néha, hogy el tudnak menni ilyen vérengzőbe, ilyen vérfarkassá változnak, hogy azért ez egy házi buli, amiért azért küzdünk, hogy mindenki jól érezze magát, szórakoztassunk, tehát semmi véremenő harc nincs ebben a történetben. Élvezzék, röhögjenek, Gáspár Laci most megint lehet. Döntőben is ezt szokott mondani? A döntőben is? Hát, jussak el odáig, ugye eljutok. Persze, buli, de nyilván azért az ember előadó, nyilván azért van presztízse, tehát nyilván mindenkire baromi meg akarja nyerni, van, aki meg is érdemelné, van, aki kevésbé, én látok egy-két olyat, aki szerintem nem fogja megnyerni, de ti abszolút azok között vagytok. Kire gondolsz, nem tudom, nekem a Rácz Gergő helyes, aranyos, elnyomta a pént, én azt se éreztem erősnek, én látom mindig mögötte az előadót, mondom, én azt szeretem, amikor teljesen eltűnik. Az Adél nagyon jó, még a Wolf Kati nagyon jó, még ti ketten, a többiek szerintem. Szerintem azok esnek ki, akik valójában kevésbé voltak jó. Mert ezt egyébként mindenki másképp gondolja, mert például Balázsnak nem tetszett a pén, nekem nagyon-nagyon bejött. Nagyon nehéz feladat lehetett egyébként végén, de amúgy nekünk az is nagyon nagy meló, hogy egy más hangszint kell hozni, és sokkal nehezebb énekelni. Tehát ez olyan, mint a nektek egy most magas sarkba kéne 3 napig mászkálni. Én imádnám. Úgy megviseli a torkodat, fizikálisan tud fájni egy ilyen átalakulás. Nem mindegy, hogy kit kapsz nyilván. Nyilván nem. A Samek megkapta a Lárt a KFT-ből, hát a Lár... Most Tina Turner lesz, tehát gondol
kapcsolatot. Na most én is kíváncsi leszek, hogy mit fog csinálni, illetve, mert azt én úgy akartam, amikor a műsor... Te szeretted volna? Igen, egyben mondtam, hogy gyerekek, én azt akarom, Tina Turnert akarok. Jó, na, még egy kis Will Smith, jó? Még egy kicsi Will Smith, csak így, ami ugye eszedből, a dalból. Megint? Na, csak egy picit nyomja, nagyon jó. Good guys, the dressed in black, remember back. The good guys, the dressed in black, remember that, just in case we ever face to face to make contact. I said, help on me, and my B, it's what you think you saw, you did not see. So don't bing bing, what was that? Now it's gone black, strip with the black Ray-Bans on, walking shadow, moving silence, star against extraterrestrial violence. Ah, kiss. Azért egy hét alatt ezt így megtanulni azért meló? Persze. És a legnehezebb, hogy ne hadarjak bele, ha behadarsz a rapbe, akkor az már nem rap. Igen, és ezt én most tényleg most tapasztaltuk meg én is, hogy ahogy életemben nem repeltem, hogy egyszer kiesel onnan, és teljesen kész voltam rád a magyarul, és az olyan szöveget, hogy a klubban mindjárt évfél mindegyik csaj dögösít, nem kicsik viszkit iszok, köcsém, én nem ivó létet, ilyen... Abba mi meló volt, abba mi meló volt, láttam. Hát ott 3 perc alatt többször meghaltál, és újra élettél, és újra élettél. Ez egy junior se egy egyszerű eset, igen, brutálisan tolja. Nagyon nagy tehetség, és egyébként tényleg ilyenkor mutatkozik, hogy akikre ilyen egyszerű előadókra azt hiszik, hogy olyan egyszerű dolgot csinálnak, az egyszerűségben vannak a legdurvább, legnehezebb dolgok. Ugye, Lacikám? Biztos így. Az egyszerűsége. És olyan egyszerűbb lesz mégis. Na jó. De azért most már lesznek egyébként majd duettek is a hétvégén, tehát most már 2 produkcióval állunk színpadra, úgyhogy a második is nagyon izgalmas lesz és vicces Laci szempontjából is. 2 produkció? De akkor hogy? A maszk nem készül annyi időt, hogy az egyik az maszk nélkül ilyenkor? Vagy az hogy van? Most attól függ, nyilván nem tudom, hogy a Laci kap-e maszkot, de ugye most már kevesebben vagyunk, ezért lesz olyan, hogy mondjuk 4-en énekelünk valamit élőben, tehát nem csak egy közös produkció lesz az elején, hanem már a műsorban is lesz mondjuk, nem tudom, hogy el lehet mondani, Forgó úr? Nem. Oké, okay, akkor nem mondom semmit. Nem mondjatok semmit, majd én kikérdezem a Lacit, és 8:30 után bemondom adásban. Nem csinálom. Szóval lesznek problémát. Olyan produkciók és is ugye, most. Laci, már több... most, hogy ennyi női szerepet játszottál már ilyen nehéz napokon, hogy megy? Kicsit hisztisebb vagy? Még ennél is. Jól van. Adom neki tanácsot. Hát nagyon drukkolunk nektek, szeretjük, imádjuk a műsor, benneteket is. Köszönjük szépen, és köszönjük az eddigi szavazatokat is egyébként. Ugye, nem küldtünk, mi nem küldtünk. Nem. De nézzük. Meg, aki hallgatja, meg aki nézni fogja, ugye nézni fogja. Előre köszi, ha még nézik, igen. Ezen köszönjük a meghívást, komolyan. A múlt héten már csak a második legnézettebb műsor lettetek, de nézik ennek el. Isten! Van egy műsor, ami és az a sátáni kacaj. Imádunk benneteket. Köszönjük, hogy itt voltatok. Lackám, egy mondatot a dalodról, mert hogy 8:30 után megmutatjuk új dalod van, és ha már bejöttél, akkor ez gyorsan le is adjuk. Tegnap megtudtam, hogy bejövök, várjál, és nagyon egyből nagyon rafós voltam. Volt egy demo, csak félig volt kész, és gyorsan tegnap befejeztem. De jó dal lesz, bementél minden... a stúdióba tegnap össze. Jó lett, egész nap a stúdióban voltam ez miatt egy nap, és megcsinált, sikerült, és még rappet is csináltuk, rappet is írtunk bele azért, hogy ha ez a Will Smith most már így bejött, a rap bejött, akkor most már legyen meg az első rappet. De ez hogy volt? Tegnap felhívtunk, hogy gyertek már be, és mondtad, hogy baj van, akkor be kell mennem a stúdióba, össze kell raknom a dalat. Nem tudom megcsinálni. Nem lefagyott a zenei szerkesztőtöknek az e-mail-e, basszus, mert konkrétan megrohomoztuk, nyomkodtuk, átküldtük a dalt, igen, le lesz játszva reggel. Holnapra állj fel, Adin! Nem tudom megcsinálni. Hát akkor meghallgatjuk. Imádnak, össze kell rakni a rebbet, hát holnap melyek a balékhoz, valamit csináljunk már. Úgyhogy Lacinak nagyon jó lett az új dala, de az enyém is jó lett, aminek az a cím, hogy Szabad akarat. Ha! És kim van, és elmondtad. Így van. Meghallgatjuk majd egyszer azt. Jól csináltam, mondjátok azt, hogy jól csináltam. Jó volt. Köszi szépen. Puszi nektek, Tóth Gabi. Köszönjük a meghívást. Köszönjük szépen. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Hát jönnek az SMS-ek a játékkal kapcsolatban, csak egy-kettőt emeljünk ki, hogy mi a helyzet. Ilyen máskor megadtátok a pontot. Annyira kell nektek ez a győzelem? Szánalmas, írja valaki. Felháborító, ezt elvenni plusz egy 11 évessel. Szánalmas, írja egy másik hallgató. Léci. Kinyomlak titeket, gyábák, írja egy másik hallgató. Azt mondta, hogy... csalók vagytok, ez nem volt passzív, így könnyű nyerni, csalással. Korda Gyuri megadta volna. Stibi küldte nekünk. Óvatos volt, nem passzív, írja egy másik hallgató. Jó, óvatos. Ilyen hernyót, mint te, Feri, nem igaz. Szerintem nem bírsz veszteni, mint egy kis zsenek. Gázok küldte nekünk. Hát... aztán, azt passzívabbra is adtatok már pontot. Már csak így tudtok pontot szerezni? Kérdezi egy hallgató. Szemetek vagy? Egyébként jött tudunk egy veszíteni, mert például hétfőn is veszítettünk, és a múlt héten is veszítettünk már. Egyáltalán nem kell megnyernünk ezt a hetet sem, mert hogy már annyit nyertünk ebben az évben, hogy ezt el sem tudom mondani. Ez egy rossz játék volt,
meghallgathatjuk, bár nem szeretnék egy perces szenvedést okozni még egyszer. Nem kíváncsi vagy, most kíváncsi vagy, most próbáljuk objektíven meghallgatni. Most Anna csinált belőle egy clean verziót egyébként, amiben nincsenek benne a szuszogások. Amiben nincsenek a szuszogások, kiveted a szuszogásokat. Jó, hallgassuk meg a játékot? Kíváncsi vagy. Most tényleg legyünk nagyon objektívek, jó? Jó. Muti? 3-2 van! Na, itt vagyok. Szia Balázs. Mi lesz a mai programod? Találkozni akarsz velem? Azért kérdezed? Lehet róla szó. Tényleg? Ezt szeretnél velem? Hát, fene se tudja. Tenisz párbajba benne lennék. Játszol tényleg? Szoktam, ritkán. Nézed is? Szoktam nézni, de... De kevésbé nézem. Szoktad nézni, de kevésbé nézed, értem. Csak azért mondom, mert most éppen egyébként pont tenisztorna van. Bázelban. Tenisztorna van? Bázelban. Hol tartod a telefont egyébként, hogy ennyire hangosan fújtatsz? A fülemnél tartom. A fülednél? Pontosan. Na jó, és mit szállítasz? Mindenféle mirelitárút szállítok, kisebb-nagyobb sikerrel. Kérdezik a fülem. Na most a kis vágópontok, amiket hallgattatok benne, sajnos egyébként Anna nem úgy csinálta meg, ahogy én kértem, tehát nem a teljes terjedelemen maradt meg, és ott azok a kis lukak nincsenek benne, ahol egyébként fújtatott a hallgató. Jó, most ez lemértem az... Csak a szuszogás van kivéve. Ja. Lemértem az egy perces meg. Játékból, 40 másodperc maradt. 7 másodperc lett rövidebb. Várjátok, hogy most mindenki párhuzamos sírba futtat minden. Igen, de Feri, Léci, tehát, hogy oké, Anna, igen, elkezdtem mondani ezt az Annás történetet, tehát, hogy Anna kivette belőle a szuszakásokat, 7 másodperccel lett rövidebb, mint egy perc. 7-es másodperccel. De még akkor azért 53 másodperc, igen. Tehát azért az nem baj, most 7 másodperc, én ezt most nem értem, én miért vagy eltűnt 7 másodperc szuszogás? Mert hogy gyakorlatilag 7 másodperc hasznos anyag, a szuszogás volt belőle. Hát jó, hát most az 53 másodperc azért az még valami. De ott nem történt semmi, ott se te nem mondtál semmit, se a játékot nem mondott semmit, igen. Nézzétek. És még így is te domináltál. Én azt mondom, hogy most nem akarlak benneteket cserbe hagyni, de abban igazuk van, hogy ennél kevesebbet is adtunk már meg. Tehát ennél kevesebbet is adtunk már meg. Tehát volt olyan, hogy megadtunk egy kicsit kevesebb beszéddel is, vagy volt olyan, hogy valakit jobban megintettünk, aki passzívabb volt, és elvettük tőle, mert passzívabb. Akkor adjuk vissza. Hát engem most... nem érdekel. Egyébként meg nem 7 másodperc volt, mert lemértem, 43 lett ez a szerencsétlen anyag, amiben így is a játékosunk is pihengetett még 20 másodpercet. Gyerekek, hát akkor nem volt passzív. Nincs ebben ennyi. Vigyék de ha mi játszunk így? Akkor mi szarok vagyunk, Jani. Hát kész. A játékos meg jó volt. Hadd vigye. Adjuk. Nem arról vasz, hogy nem mi valami keresztes hát... hadjáratot vívünk a Laci ellen. Laci egy nagyon szimpatikus hallgatók. Ezzel, szokjátok, én ezzel. Vagyok ebben minden nap, szokjátok, csak mi jó zsaruk vagytok, meg egyébként, mindig aha, a mennybe mentek. Most meg, dobhatod a százas, mert megy is szokjátok most kicsit, hogy ezt képviselem minden reggel. Az én erős ötét oldalán állok, szokjátok, persze. Kicsit fürödjetek benne, egyszer vigyetek el a balhét. Egyszer mondjak valami olyasmit, ami nem tetszik a hallgatónak, hogy na jön rögtön olyan gonosz kis törpe. Tehát, hogy te érted, te bármikor valami pici kis rosszat mondok, na akkor rögtön kapom az ívet. Tehát, hogy... Én szerintem ezt megadhatok. Király, adjuk meg. Jó, akkor visszahívjam. Ne egyél ilyen megalkuló, hát tartsák ki a mellett, amit mondasz. Hogy szerinted nem tartok, nincs benne ennyi. Nekem nincs. Merjél ellenmondani, és mondasz, hogy megalkuló is. Add meg, ha akarod. Továbbra is kitartok a mellett. Nem adom meg, és nem adom meg, és nem adom meg. Én már nem adtam meg egyszer, én szóltam, hogy szerintem ne adjuk meg. Most az van, hogy végighallgattuk, mindenki lobogtatja a kis zászlaját amellett, hogy ez jó játék volt, adjuk meg. Nem, nekem azért nem amellett, hogy ez jó játék volt. Vagy, nem amellett, nem volt. De amikor csak amellett, szimpátia ennél... alapon adtunk valakinek csomagot, meg amikor úgy adtuk oda, hogy mindenki tudta, hogy ne, csak azért, mert a játékossal ez volt, az volt, amaz volt, az nem számít. Az belefér. Akkor persze, mert nektek úgyis tele van minden csomagokkal. Most van tétjenek a játéknak, vagy nincs tétjenek a játéknak. Ez pont olyan dolog, mint amikor a hármas ugrásban, hogy lehet, hogy ilyen szemétkérdés berakni az elsőket. Mi a szemétkérdés? Tudod rá választ, vagy nem tudod rá választ? Ez a kérdés. Neked könnyű, nekem meg nem könnyű, mert próbáljuk te tudod rá választ, én meg nem. Kizárni. Próbáljunk objektíven dönteni. Most ne keverjük ebbe bele a hármas ugrásba, ne keverjünk itt bele régi játékokat, meg mit tudom én. Ki jött meg is? 1867-ben mit mondott Deák, meg most érted? Hát most mi történt 1920-ban, meg Veszentrianon, meg nem érted? Most ez... Hagyatkozunk a mai játékra. Hogy? Hát, jó, ebben igazad. Most még mi lesz, hogy belekeverik Owen Budget is? Így van.
dobjunk fel pénzt, mert hogy ketten vagytok egy ellen. Most én nem tudom megadni, ha ti ketten azt jelentek, hogy passzív volt. Én csak a véleményemet tudom képviselni. Uh-huh. Nem? Igazad van. Ez most egy patthelyzet. Te mit mondasz, Anna? Én azt mondom, hogy ebben nincs demokrácia. Mi hoztunk egy döntést adásba, és én ahhoz tartanám magam. Tehát ez nem az, hogy mit tudom a hallgató, bocsássatok meg az SMS falra. Halljátok ti ott? Mert hogy volt egy érzés otthon. Az élő adásnak. Én megadnám. És hogyha, nem? Én megadnám. Csönde, eszegessé, lazítsák. Én azt gondolom, hogy utólag megvágni egy anyagot, kivenni a szuszogást, és meghallgatjuk egyebek, teljesen más az érzete, mint élőbe. Ha hozunk, mi is emberek vagyunk, valamikor esetleg hozunk rossz döntést, meg hozunk jó döntést. Elfogadom. Most ez egy ilyen döntés volt, elfogadom. Ezt hozta a Feri meg a Jani. Én uh-huh. most csak összefoglalom a történteket, tehát ne kezdjétek el írkálni, hogy te is egy rohadék vagy, mert az igaz. De írkálják nyugodtan. Nem azért, mert rohadék vagy, hanem hát akarnak írkáljanak, hát gyerekek, attól nem lehet most berágni, hogy mit írnak, hát azzal nem foglalkozhatunk mindig, nem? Állandóan, hogy most mit írnak. Na most meg a Viki mondja, hogy hány sokkal rosszabb. Mondom, menjen oda a férjem elé, aztán beszélgessünk. Adjuk meg. Jaj, basszus, három gyerekek. Ákos, gyere ide. Három. Anna, nagyon kiéletett. Én megadnám. Halljátok arra? Ne, három. Ilyen most is szeretek benne. Nektek csinálom az adást. Ombudsman. Gyerekek, ő az az ember, aki a precizitás, a mérték. Remélem, Laci, figyelsz. Mi miattad van? Balázs vagyok, én nektek megadnám. Halljátok arra? Ő megadná. Én megadnám. Tehát van három igenünk és három nemünk, itt a precizitás, a mérték. Ez most komoly, hogy én döntöm. Te. Minden nap én vagyok a mérlegnyelve, minden nap nekem kell valamire az egész eldönteni. Döntsem a reggelt. Így van, így van. Te egy kompetens személyiségvé, te azt is ki tudod mondani, hogy Kaiserslautern. Hallottad a játékot? Hú, gyerekek, hallottam. Én nagyon szegény, négy hír között, három sporthír, két izé népszabi. Abszolút a Merkelnél tartok, meg a bevándorlóknál, meg nagyon kell pisülni. Ne. Te vagy most a mérlegnyelve. Tessék. Figyeljetek, én hallgattam ezt a Darth Vader-t. Én mindent elfogadom. Igen? Nem jó a telefonja, maradjunk abban, nem jó a telefonja, cserélje le a telefonját. Igen? És játszom még egyet valamikor. Azt a betegyet! Micsoda csavar, amikor már azt hittem döntés lesz, olyat hozott! De akkor a maival mi van? Most adjunk neki, vagy ne adjunk? Te mert... hogy adjunk? Hát a mai az volt. Holnap játszon egy újat? Játszon egy újat. Tehát kapjon egy új lehetőséget. Jó, holnap, oké, holnap, Laci, holnap ne jelentkezzen senki. Na most figyelj. Azt hittem, hogy végre sorra kerülök holnap. Ezerszer küldtem már SMS-t, és egyszer sem játszottam. Beletek ez a Laci, meg már harmadszorra fog játszani. Na most ezek jönnek. Tetszik. Ez is miattad van? Gonosz kis törpe. Én nem az Üllői úton dolgozom. Tehát, hogy ne gyertek. Hát figyelj, így folytatod, akkor te lassan majd a köztársaság téren. És nem azzal a kis Peugeot-val vagyok itt, azzal a kis piros Peugeot-val, ami itt áll a ház előtt. Az nem az én autóm. Van benne egy bőrtáska, ne törjétek. Az Alfa viszont a Feriék. Csak egyet kérek tőletek, ne karcoljátok össze majd hazafelé az 50-es villamos. Az nem az enyém, csak azzal járok. Így van, az én autóm is csak kölcsönautó. Bár én veletek voltam. Én megadtam volna. Igen, ő megadta volna. És akkor most parancsra fölírhatom a Lacit? Igen, holnap Laci. Problémám volt, amikor fölírtam hallgatót. Jó szándékból tettem. Ne hisztizzél már, mivel megjött. Most? Na ő is egy rohadék, így írják a hallgatók. Ez a legtisztább, ez egy jó döntés. Ákos, te most józan voltál, jó döntést hoztál, és a mérleg nyelvekén egyszerűen meghoztad azt, amit meg kellett hozni. Hátrébb léptél egyel, vettél egy nagy levegőt, így megvizsgáltad a szituációt, így és van. A lehető legjobb döntést aztán mondtál, hogy semmit. Köszönjük, hogy klasszikus idézek, még fél nyolc sincs. Így van, holnap kap egy új játékot, de ha szuszog, és ha megint Darth Vader lesz, ha megint a bazitai Darth Vader lesz, mint a verebes, akkor lecseréljük a telefonját. Holnap bejelentkezhet adásban, nem szuszokat. Laci, nem lehet holnap. Próbát. Nem lehet holnap a gyömrői Darth Vader. Kérdés, hogy jó-e Lacinak a játék? Kölcsön telefon. Kérdezzük jó, meg. Jó, megkérdezem. Egyébként ott nekem a kis stúdióban nem hallatszott a most szuszogás. Tudod, mi lesz egy ilyen. Neked szuszogás szűrőd van. Neked van szuszogás szűrőd. Én nem hallottam. Különben nem is tettem volna Lacit adásba. Bocs, ez van. Egyébként meg az Ákosról annyit, most már kiment, mondhatom el. Nyaller. Mindenkit hátba szúr azon. Hogy zugevő. Ezt szeretem. Van, nem tudta tovább kire rátolni. Ennyi. Ezért hozta meg ezt a döntést. De nem rossz döntést hozott. Nem rossz döntést hozott. Ez, ja, még ez egyszer egy objektív döntés. A szuszogás holnap. Jó, hogy
adunk neki még egy lehetőséget. Jó, hát téged már így is boldoggá fognak avatni. Jó van, na, hát én ritkán vagyok józsarú ebben az adásban, én úgy élvezem ezt a pillanatot, azért a legtöbbször aljas vagyok. A legtöbbször aljas vagyok, meg a legtöbbször én mondok a dolgot, amire mindenkinek kinyílik a bicska a zsebében, úgyhogy én kicsit élvezem. Kicsit élvezem a jó szerepét, nem, azért néha kell nekem is jónak lenni. Utáljátok ezt a pillanatot, ne akarjátok elvenni tőlem, hogy most egy kicsit engem szeretnek, hát azért legtöbbször benneteket szeretnek és engem utálnak. Ezt most élvezem, én megadtam volna. Semmi, csak tegnap megnéztem azt a listát, amivel a százas dobálást indítottuk, hogy több paragrafus van mindenkinek. Ez az egyik, amiért neked dobnod kell. Hogy mindenki engem utál, és én vagyok neked a másik. Neked egyébként tényleg a gyerekekért van. Ez a másik, ez a másik. Ez van a listán. Behozhatom. Mi a jaj gyerekek mellett nekem azért igen. kell dobnom, mert engem mindenki utál. Azért, nem létezik. Tesz, nem? Hát, keresd ki, mert állandóan azzal emeled magad piedesztára, hogy mekkora öniróniád van, és hogy mennyire bevallod, hogy igen, én vállalom, én vagyok a szemét, ide lőjetek, persze. Na jó, és ez lenne a másik, amiért nem dobnom kell. Akkor már egy ezressel jövök, mert van a hármunk közül te építed a legjobban a saját szobrodat. Na figyeljetek, most sokszor az vagyok tényleg rossz. Az van, hogy akkor Lacival beszéljük meg. Most az fog következni, hogy srácok, az van, hogy én csak 8.38-kor érnék rá egy 3 percre. Nektek az jó. Persze, Laci! Persze! Borítjuk az adás mellett. Nem? Hív föl, kérdeznek, hogy holnap jó neki. Legyen jó. Intézz úgy, hogy legyen jó. Jó lesz. Áruszállítással foglalkozik, ő talpon van. Jó lesz neki. Hát annyi, hogy még egy szuszogós adást bedobunk. Semmi probléma. Jó, hogy nem ma csináljuk újra a játékot. Laci Show, Balázsral, Ferivel és Janival. Nem baj. Első hallgató. Oké. Nem kell mindig egyetérteni, gyerekek. Dögunalmas műsor lenne, mindig mindenben egyetérteni, meg itt neked van igazad, neked van igazad, a megőrülnek az unalomtól. Holnaptól már várom azokat az SMS-eket, amikor majd azt mondja, hogy persze a Lacinak lehet-e tarmaszolni, neked meg érne! De 20 év médiázás után hozzá kéne szoknotok, hogy nem tudsz mindig jót csinálni, nem azzal kell foglalkozni, hogy mindig jót csinálni, hanem a saját érzetünk szerint döntsünk, és ne azzal foglalkozunk, hogy utána mit írnak. Ezt nem írnak. Laci, persze játszhatod harmadszor, én meg nem, heltekerek. Zsiráfetető, törpe, nagyfejű. Szőke. Janika. Hát igen. Na jó. Ez a világ legusztusabb döntése. Írj egy hallgat. Mocskos Ákos. Trianon ehhez képest egy könnyed brainstorming volt. Yes. Írja nekünk valaki. Bali, te mindig köcsög vagy. Pedig most te vagy a jó, ez nem. Mindenki egy rohadék, írja egy másik hallgató. Különben nincs rajtatok sápa, különben az is magas, úgyhogy ezért fogtok kapni. Laci vagyok, ne hívjatok, mert már a Music FM-et hallgatom. Hogy milyen rendes, ez az István Dani. Írja nekünk egy hallgató. Azt mondja, hogy cseréljetek le a füleseteket. Írja nekünk egy másik hallgató. Holnap én akartam Ferit elpopsizni, 3 ére vágok a visszavágóra, elmegyek Strasbourgba. Macika küldte. Bebuktad, Macika. Getra a kis törpe, de igaza van. Getra a kis törpe, de igaza van. Igazad vagy, Alinde, dögölj meg! Ez nem volt egy jó játékok. Ne vitatkozzatok, mind rohadékok vagytok, írja egy más. Hát ennek vagyunk mi kitéve minden reggel. Ennek vagyunk mi kitéve. Passzív volt, nem érdemel még egy lehetőséget, Bali. Ne veszekedjetek, kérem a csomagot. Ezt jól megcsináltad, Feri. Na, tessék! Nem így kellett volna játszani. Én nem hallottam a játékot, de nem adnám meg. Írja egy harmadik hallgató. Hát ez az. Ákos a király, igaza van, imádjuk Ákost. Puding vagy Balázs, Feri a fasz a gyerek, bocsánat. Szemetek vagytok, ami jár, az jár. Szemét, Feri, szemetek vagytok. Hívjátok fel, és ha tud javítani, akkor oké. Mindannyian rohadjatok meg. Írja egy hallgató, smiley nélkül. Gyerekek, minek veszekedni, ha verekedni is lehet? Na, hát tulajdonképpen ennyire nehéz jót tenni, ugye? Nem tudsz. Erről beszéltem egyébként tegnap is, hogy a rádiózás egy ilyen műfajban. Mondasz valamit, és mindenki azt mondja, hogy igazad van, Feri, és de jó vagy, és én úgy szeretlek, és itt lennél, megölelnélek. Holnap ugyanaz az ember, ugyanazzal a hanggal mond valami más, és aki tegnap meg akarta ölelni, az azt mondja, hogy rohadjál meg, dögöljél meg, és dögöljön meg mindenki, akit ismersz. Uh-huh. Mert valami olyat mondasz, és ezt a hallgatót holnap újra visszanyered azzal, hogy megint mondasz valami. Ezért a játék a rádiózás. Őt visszanyerjük, de mindenki mást el fogunk veszíteni, mert Laci megnyeri majd játékot, erre majd jönnek a na, puhák vagytok. Ezért tart ez az országot, ahol tart, mert ilyen semmi gerincű emberek, ilyen fantom gerincű emberek vannak pozícióban.
Így van. Tehát valaki konkrétan egy ilyen játékban egyébként belelátja a nagy magyar valóságot, a politikát, a közéletet, a gerincünket, a közbeszerzést, és mindent, mindent. Tehát egy ilyen játék leképződése a mai magyar társadalomnak tulajdonképpen. És mi azért egy ilyen szelep is vagyunk, szóval rajtunk az SMS falon keresztül aztán bármit ki lehet élni. Az SMS-ekből ilyenkor látszik, hogy van, aki smiley-jel küldi, de van, aki még holnap is ezen a játékon fog bosszankodni. Mi van, Jani, nem dugtál éjjel? Egyébként nem! Hát évek! Igen. Írj egy másik hallgató. Lemaradtam. Kit kell szívni? Jelen esetben bárki, mindenki kap. Mindenki kap. Igen. Ebből nem jövünk ki. Tehát a holnap, hogy mondjuk kimondja. Mi nem akkor, jövünk akkor, ki. Akkor, jól jön ki. Nem. Holnap bármi lesz, akkor bármi van, akkor korrektek voltak. Ha holnap kimondja, akkor indisponáltá vált a nyomástól, amit mi tettünk rá. Így van, ez lesz. Ha pedig megnyeri, persze. Nekem mikor van második lehetőségem? Nekem ha meg elveszti, hát én nem ismerek rá gondolni, mi lesz, ha elveszti. Ennyi pénzért, amennyiért ti ültök ott, nem tudom mennyire, de biztos rohadt sok. Ezért akár még szerethetintek is hallgatókat. Rajjatok meg! Köcsögök! Igen, és annyi ráküldte a nagyon durvát. Volt egy nem kimondva szerintem. Tehát ő még azon gondolkozik, hogy vajon volt-e igen, nem a játék, mert kicsit ezen túlment. Ő már a mélyebb rétegek mások le. Totális forradalom, jó. Teljes háború, volt egy nem szerintem, hallgassátok vissza, üdv Sanyi. Küldte nekünk ezt. Ezért hallgatom a Neót, az már nincs is. De azt is írtátok ki! Igen, rohadjatok meg! Igen, visszabogált az internet, kitehettek róla. Igen. Boros, Magyar! Léci! Itt van ő, aki elment. Itt van ő, aki elment. Lemaradtam, kit kell színi, ezt már mondtam. Rovatotnak írja egy hallgató. Oké, rendben, de ki fingott? Kérdezik meg. Igen. Egészen magas röptű SMS-ek jönnek. Na jó! Na, de végre bejött az első mocskos komcsik. Végre! Na, végre itt van. Na jó, van, hazaért. Végre. Mi adhatok 312 az euró? Axel! Jó, csináljunk egy ilyet, tessék. Most mindenki leírhatja. Igen. Azt a dolgot, ami miatt haragszik ránk, például erre gondolok, hogy miattunk 3.12 az euró. Na, ma reggel, ha már ez egy ilyen reggel, akkor mi 8 óráig stresszt levezetünk. Ha megcsalt a feleséget, ha nem aludt a gyereket, ha fölment a benzinára, ha nem fizetted be az ebédpénzt, ha kiukadt a nadrágod reggel, ha szögbe ültél, ha rákóba a buszon, írd meg nekünk, és vezess le rajtunk a feszültséget. 8 óráig. Most erre mindenki lehetőséget kap, vagyunk, jó? Mi vagyunk a pofozógép. Mi leszünk most már abszolút pofozógép 8 óráig. Írjátok meg, hogy miattad 3.12 az euró, hogy miattad vesztette el a telefonomat, hogy miattad csak. Minden, öntsétek ki a lelketeket, terápiás elege. Legyetek kemények, küldjetek el nekünk, de csak akkor, ha kemények vagytok. Jó? Ha most már úgyis pofozó. Persze, érted. Így leszünk a csulafátok. Igen. Ez a menekült válság. Sehol nincs ehhez képest. Csulafa. Egyetek vetést. Így. Ez a legjobb eddig. Ezzel tudok azonos. Egyetek vetést. Tehát, jó, hát nekem ez egyszer mondjuk, érted meg, akint. Egyetek vetést. Na, drága hallgatók, tessék, 8 óráig. Mindenki egy mondatban, ami igazán bántja. Csak keményen! Ilyetek meg! Gyurmászatok, sajnál! Amit csak akartok, írjátok. Igen, nem tudom, miről van szó, de ne adjátok meg, bunkó parasztok! Gyerekek, rajtunk lehet. Egészen nyugodtan 8 óráig. Könnyítsetek kicsit a lelketeken. Egy reggeli műsornak terápiás célt is kell szolgálni egyébként, tényleg. Ha már elindult, és ha már mi lettünk a pofozógép, vagy mik vagyunk? Csulafa. Tessék, csulafa. Írjátok meg 8 óráig. Ami most úgy bennetek van, hogy a főnök nem adott fizetésemelést, hogy már nincs kerületekbe menni dolgozni, mert ott lesz a kollégátok, hogy az egész napot nem bírjátok, mert pont szerda van a hét legnehezebb napja. Jó? Igen. Balázs, megnyugtatlak. Akkor is te vagy a legnagyobb köcsög. Meg a törpe és a mamlasz. Kapja meg! Törpe és a mamlasz. Jó. Van még? A törpe és a mamlasz kapja be. Én meg köcsög vagyok. Na hát ez van. Így van, így jártok meg nyugodtan. Mezik kár voltak már cuccát megkaparni a nyári konyaf messzes faláról. Atya Isten. Amit akartam. Mi van, Jani? Drága volt a pulcskocka tegnap? Várjál, mi volt tegnap? Nem tudjuk, mi volt. Kedd volt. Ja, Istenem. 8-tól ZH-t írok matekból, szemétládák miattatok. Ezt most jól elintéztétek. Nem lesz diplomám miattatok. Nyerj egy hallgató. Miattatok nem veszek iPhone 6-est?
Erre gondolok. Öntsétek ki a lelketeket, jó? Mi az, amire dühösek vagytok ma reggel? Mi az, amiről mit eltünk? Írjátok meg nekünk nyugodtan. 8-ig nem haragszunk meg senkire, jó? 3:48 lesz, 2 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, Jani, azt hiszed, egy jó zenével el van intézve minden? Kérdezi egy hallgató. Köszönjük szépen, ugye arról beszélgettünk, egészen korán indítottuk ezt a megszólalást, még 2 óra után már, mint a témát, hogy mennyire tényleg nem könnyű igazságot tenni, és kicsit ironikusan, kicsit viccesen megpróbáltuk körbe 20 percben ábrázolni nektek azt, hogy mi történik velünk, nagyjából minden reggel, tényleg. Tehát mi történik, amikor mondunk valami olyat, amivel egy hallgató nem ért egyet, mi történik olyan, amikor mondunk valami olyat, amivel egy hallgató egyetért, a másik nem, és hogy mennyire tényleg billeg ide-oda ezek is libikók, ahogy az egyik nap bejössz, ezt mondod, szeretnek és a vállukra vesznek, a másik nap bejössz, mondasz valamit, és a fél ország konkrétan tényleg meg akar ölni. Majd ugyanezen emberek holnap megint nagyon szeretnek, ha valami olyat mondasz. Ezt próbáltuk egy ilyen kis rádiójátékban hát eljátszani nektek tulajdonképpen, hogy mennyire nehéz. Idézőesen nehéz, persze, ez egy hálás szerep, de ugyanakkor tényleg nem könnyű. Az ember mond, és azonnal ezrek reflektálnak rá, és jönnek az SMS-ek, és hát nem mindig abban a hangnemben és abban a stílusban, amit az ember talán megszokott, vagy szeretne kapni, vagy jól esik, ha kap, és mondjuk kritizálják, de abban a hangnemben. Na, ezt eljátszottuk nektek, és aztán továbbítjuk a dolgot, írtuk, vagy kértük, hogy mondjátok meg nekünk, hogy ha rossz a reggeletek, mert hogy nagyon sok embernek indulhat rosszul a reggele, írjátok meg, hogy miért, és nyugodtan kenjétek ránk, ha már ennyit kaptunk, mert hogy nem adtuk oda egy játékosnak ugye az ajándékcsomagot. Laci nem is sejtette, hogy reggel, amikor felkelt, akkor ő még nem volt egy Husz János, egy mozgalom mártírja. Igen. Az elégedetlen hallgatóknak a példaképe. Egy Robespierre. Egy szimbólum. Igen. Szimbóleum. Hogy azt kértünk tőletek, hogy írjátok meg nekünk, hogy miért rossz a reggeletek, de úgy, hogy nyugodtan ránk kenitek, tényleg. Ha már rosszul indul, akkor már ugye jól esik néha tényleg egy kóborbacskába is belerúgni idézőjelesen, amikor nem tudod, hogy mi bajod van. Nem érted igazából, hogy jól indulhatna minden, de mégis rossz kedved van, balába keltél, és akkor vagy beérsz a munkahelyedre, ott kötsz bele valakibe, vagy a családodon csattan az ostor, és az első, akivel összefutsz a lakásban, valamiért belekötsz, hogy miért úgy mossa a fogát, vagy miért ott öltözik, vagy nem tudom. Mindenkinek van ilyen napja. Na, ezt most mi szerettük volna levenni a vállatokról, és kértük, hogy írjátok meg nekünk, hogy miért, hogy miről tehetünk mi tulajdonképpen. Így van. Vannak egészen szórakoztató. Lesünk a kóbor macskátok, tényleg rúgjatok belénk, bármiért. Abszolút. Elment a busz. Nem elég még. Igen. Abszolút, tényleg, ezzel nincs baj. Nekem nincs semmi bajom. Arról is ti tehettek, rohadjatok meg. Így valaki. Az anyósom nálunk tölti a hétvégét. Szemetek. Hát, 2 nap, 3 nap az igen. Mocskos banda, nincs meleg víz. Birkás nagypapa küldte nekünk. Na, azt tönkre tud tenni egy reggelt. Igen. Tönkretettétek az életünket ma is. Rohadjatok meg. Lali és Vokci. Ja, most látom az aláírást. Igen. Azt mondja, hogy azt hiszitek, egy kis AC/DC-vel le tudjátok kenyerezni a népet? Hát nem. Kaptuk SMS-ben, csak jelzem, ilyen típusú SMS-ek legritkábban vannak aláírva. Tehát ez azért senki nem veri. Senki nem veri aláírni. Nem baj, a számotokat látjuk. Ma már fent lesz egy meleg oldalon. Ha nem veszem föl, hív bátran. Ugye? Éjszaka vagyok leginkább. Éjszaka nyitott vagyok. Éjszaka repkedek vagyok, mint egy kis denevér. Hív bátran. Ha kinyomlak, ne add föl. Szemérmes vagyok, vedd ki hívásnak. Bizonyám, nincs jobb, mint amikor az ember telefonszám egy meleg társkereső landol, és aztán hívogatják. Azt mondja, hogy menjetek a fenébe, miattatok vidám minden reggelen, pedig többször is próbáljátok elrontani. Dorka küldte nekünk. Aztán, na most pontosan nem tudom, miért ezt, igen, ezt olvastam. Azt mondja, hogy a ti hibátok az, hogy a csajom pont olyan, mint a kocsim. Nincs kocsim. Hát... Nem haragudj. Köszönjük szépen. A szemét főnököm tegnap este szólt, hogy hajnalban indulok Pestre dolgozni, hogy vigye el a fene. Pluszva még vele is utazom. És idegesítően röhög rajtatok. Erről is titehettek. Levi küldte nekünk. Megbénult már az SMS falatok? Szemetek. Azt mondja, hogy mindent megbocsátok a kis genyónak. AC/DC. Miattatok büntettek meg a BKV-n, mert az előbb annyit rögtem rajtatok, hogy elfelejtettem megvenni a bérletem. Thunder küldte nekünk. Miattatok áll az Egér út, a Kőérbereki úttól, a Fehérvári felé, MB, üzente nekünk. Miattatok nincs Charlie a majomnak saját rádióműsora. Gizmo üzen. Azt mondja, hogy miattatok mentem neki egy álló rendőrautónak biciklivel, úgy nevettem, hogy bekönnyeztem, majd a rend urai is rajtam nevettek, puszi Zsú. Miattatok akar elhagyni a férjem, minden reggel hallgatlak, ez idő alatt nem hívhat telefonon, csak ha nagyon nagy a gond. Már féltékeny. Azt mondja, hogy titeket hallgatva nem figyel
figyeltem, mennyi reggelit csinálok magamnak. Köszi a 20 kiló pluszt. Rohadékok. Jött SMS-ben. Miattatok nem jutottunk ki az EB-re. Hát ez azért meg nem mondjuk. Egyébként azért sok mindenét elviszik a balhét, ezért nem mi vagyunk a felelősek. Nem hittünk bennük rendesen, azért. Tegnap este kikaptam FIFA-ban, nem szégyellitek magatokat? Írja egy hallgató. Miattatok lett bárányhimlős mindkét gyermekem reggelre. Hú, na az kemény. Elviszük a balhét, de az kemény. Reméljük, hogy be volt ellene oltövet, akkor csak gyorsan átmegy rajta. Ha nem, akkor az egy hét vízketés, igen. Miattatok drágult a kőbányai a kocsmában. Ott is tiszoltok, ti tehettek róla. Miattatok szakított velem Laci, mert tőlem kapta a szuszogós telefont. Andi küldte nekünk. A feleségem... Micsoda? A feleségem János és Ferenc miatt hagyott el. Azóta született kicsünk, Balázsnak hívják. Ki a hibás? Kérdezi egy hallgató. Ausztriában kutyakakit kell lapátolnom, szerintem erről ti tehettek, senki más. Köszönjük szépen. Az M5-ösön ti csináljátok ezt a rohadt nagy ködöt? Most igen. Már ki van a tökény. Ki más? Igen. Tutira miattatok lett drágább a dollár, amit azért fizetek, mert Amerikából rendelek cuccokat. Miattatok nem süt még a nap Győrben, de jogos passzív volt a csávó. Puszi, Viki. Miattatok nem lesz többi válogatott Torgelle Sanyi. Ez tényleg így van? Mi szeretjük, gyerekek, hát mi Torgelle mellett voltunk végig, nem? Csak végre valakinek leesett a tantusz, hogy... Hajtós, a Torgelle hajtós, ő fut. Igen. Nem mindig a labda után, de fut. Igen, Sanyi nagyon sokat verseny. Fut. Igen. Ti tettek a dugóról, mert dugóval most is a tízesen, minden reggel. Segítsetek. Az asszonyon nem lehet beszélni hétköznap 10-ig, ha fel is veszi a telefon, így szól bele, morning show. Erről is ti tettek, stampó küldte nekünk. Azt miattatok ma mindenkit szétbírságolok, a NAV-nál dolgozom. Jaj, ne, na az nem szép. Nekó küldte nekünk. Nem haladok miattatok, mert írom ezt a hülye SMS-t, Csoki guru üzente. Azt mondja, hogy Jani, miattad járok vért adni. A fene vigyen el, félek a tűtől, de elmegyek. Tamás küldte nekünk. Miattatok rossz a magyar foci, mert mindig fikázzátok. Hát! És frusztráljuk a srácokat. Miattatok rákkeltő a szalonna. Na, ezt kikérem magam. Erről holnap beszélünk majd néhány mondatot Gáborra. Miattatok nem vicces istenes Bence? Na, ez nem volt szép. Az öcsémet ne bántsátok. De van elég baja. Komolyan mondom, de ilyen terhet kell vinnie. Ne bántsátok, nem? Persze, nincs semmi gond, és csak azért nem tűnik viccesnek, mert hogy másodszor hallottátok, mert először már halljátok a poénjait Balázstól. Rájöttem, mi van. A kis törpe a szarkeverő. Hát ki más? Így van. Amikor ugye az ember nem számít rá. Miattatok ment el Dárdai Pali a kispadról? Hát, szóval van itt gond. Bizony, miattatok hisztem 15 kilót, miattatok aludtam keveset, rohadjon meg az összes befőttet Balázs. Norvégok is miattat fognak nyerni. Így van, menjenek vissza, kukácok a ház. Igen, hál' Isten leszámoltunk róla. Na jó, oké, terápiás jelleggel 1 óra. Ez most csak azt a célt szolgálta, hogy kicsit könnyebb legyen akkor nektek. Jó? És elvisszük a balét mindenért. De amit most bevállaltunk, az miénk lesz 8 után is? Hogy érted, nem értem. Hát nem. Azt kérted, ugye, hogy írják meg, hogy mi van miattunk. Azt vállaljuk továbbra is, hogy csak 8-ig vállaltunk. 8-ig vállaltunk, most már elég volt. Most már azért kaptunk, elég volt. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Van egy jelenség, mert hát ha tudtok segíteni, mert ugye hát azt gondolná az ember, hogy a pénzügyi kultúra azért az fejlődik Magyarországon, és annyi átverés és annyi broker botrány után az emberek hát meggondolják azt, hogy kinek hogy adnak pénzt. És nem tudom, olvastátok ezt a cikket, ami hasonlít nagyon a kumediátoros Marcsikához, de hogy számomra teljes rejtély, hogy emberek egyébként, mint kiderült ebből a történetből, sokszor felsőfokú végzettséggel rendelkező, intelligens emberek hogy tudnak pénzt adni. Ugyanis van most egy újabb ügy, Marcsika után, ez a cirmoska ügy. Olvastátok? Cirmoska! Miért csak nálunk vannak ilyen nevek? Figyelj. Hát most így hívják. Marcsika meg cirmoska. A dolog... az bizalmi, tudod, ha valakit már így hívja, hogy cirmoska életem, oda már mered adni a lóvédat. Na, én... Elképesztő. Nagyon szövevényes, nagyon kusza az ügy, és nagyon hosszú ideig tartanak kibogozni, csak a főbb jellemzőket szeretném végigbeszélni veletek, és aztán várjuk majd nyilván hallgatóink hozzászólását is, hogy ki volt hasonló helyzetben, kinek ajánlottak hasonló befektetést, ki az, aki ne adj Isten adott, hogy tanuljunk az ő hibájából, és mit lehet tenni. Ugye arról van szó, hogy Cirmosnak
Egyébként a barátai és az ügyfelei hívták, valamilyen Katalin volt ő, de cirmos. Ez azért is érdekes, mert amikor neked valaki azt mondja, hogy figyelj, tudok egy jó befektetést, hozzál egy vödör pénzt, és adjuk oda cirmosnak, hogy majd, na, ugye? Majd ő befekteti, szerintem az első piros lámpa ebben a pillanatban kell, hogy így te kigyulladjon az agyadba, hogy valami nem biztos, hogy stimmel. Vittek egy vödör pénzt, akkor dorom volt? Vagy, de miért volt ő cirmos? Sok macskája volt? Ő állítólagosan pedikűrösből lett biztosítási ügynöknek álcázta magát, hogy ő most valóban volt-e biztosítási ügynök, tipikus vagy nem. Tipikus Wall Street-i karrier. Azt nem lehet tudni, viszont hihetetlen sok ember ment el hozzá, és adott neki sok-sok millió forint KP-t. Ugye, miről szól a történet? Arról szólt a történet, hogy azt mondta cirmos, igen. Cirmos, érted? Uh-huh. Cirmos, hogy ad nekem ide a lóvét, ne utald át, ne egy bankszámlára, ne kötvénybe, ne állampapírba, majd az én nevemben van és én forgatom, hozd el egy táskában. Hát csak a kesben szél. Egy szatyorban. Egy reklámszatyorban, egy Tesco szatyorban. Mindegy, adod csak hozd el. És én megforgatom neked. A döbbenetes, mint kiderült egyébként ebből a balhéból, hogy felsőfokú végzettségű emberek, jól szituált, értelmes emberek vittek egyébként cirmosnak. Hangsúlyozom, cirmosnak pénzt. Félért is ne esik. Senki ne gondolja azt, és tényleg ezzel ne is vádoljatok meg bennünket, hogy mi azokon nevetünk, akiket átvágnak. Soha nem azon, de maga az ügy azért az valóban nevetséges, és nem mondom, hogy mulatságos, mert sok ember sok milliójáról van szó, de kell róla beszélni, hogy hát ha tanulnak belőle sokan itthon, és a pénzügyi képzettségünk és a pénzzel valók, nem is tudom, kezelési bánásmódunk, kultúránk, az egyszerűen valahogy majd megjavul, ha már ezt iskolában nem tanították meg. Mert hogy a múltban számtalan ilyen ügy volt, és úgy tűnik, mintha ezek az ügyek újra és újra ismétlődnének. Csak éppen persze mások a nevek. Most mindegy, hogy Marcsika, vagy cirmos, vagy kormos, vagy foltos, tök mindegy, de a sztori ugyanaz. Mindegy, de vannak sarkalatos pontjai egy történetnek, amin egyszerűen át kell látni, ha valakinek ezt ígéri. Ugye ő azt mondta, hogy elképesztő kamatot tud neked fizetni egy hónapra, akár 4%, 5% kivételes esetben, akár havi 10%-ot is, ami azért kecsegtető. Tehát azt jelenti, hogy te odaadsz neki 3 millió forintot, és azért mondjuk havonta neked fizet 300 ezer forintot. Ez brutálisan jó. Hát aki kicsit is ért a pénzügyekhez, és befektet, vagy vásárol értékpapírt, részvényt, vagy leköti a pénzét, tudja, hogy havi 10%-ot azért az tényleg sok hát pénz. Hát megduplázod a pénzed, meg egy kicsi egy év alatt, igen. Az 3 millió 6. Meglep, hogy Csányi Sándor nem hordta oda vödöttet. Valószínűleg tudott valamit. Szóval egész egyszerűen elképesztő. Havi 10%. De hogy ami számomra teljesen felfoghatatlan, hogy manapság azért ez a dolog úgy működik, hogyha neked van minimális pénzügyi ismereted, és állítólag itt tényleg jól szituált emberek voltak, akkor gyanús kell, hogy legyen, hogy te oda viszel valakinek táskába pénzt. Hát ez nem így megy. Tehát az tényleg vagy átutalod, vagy állampapírba teszed, vagy kötvényt veszel belőle. De ilyen nincs, hogy valakinek adok egy vödör pénzt, ő ezt elrakja, mint KP, ad róla egy kicsi apró kis fecnit, de egy olyan fecnit, hogy legalább papír volt, megnyugodtam. Hát aha. Volt egy ilyen megbízási szerződésszerű valamilyen papír, amit alátanúztak, aláírta, átvette, elfogadta, sokat egyébként nem érsz vele. És azt mondja, hogy ad nekem ide, majd én forgatom és fizetek neked. Mit mondod, hogy mibe fekteti? Tehát, hogy lesz belőle a havi 10, arról van info? Mert az ugye mindig egy érdekes kérdés. Macskalomba. Tehát, hogy nyilván, hogy így ajánlod a másiknak. Tehát szépen lassan azért lehetett bekerülni ebbe a körbe, hogy nyilván úgy lehetett bekerülni, hogy mondjuk én befektettem, és aztán Janit rádumáltam, hogy figyelj, ez, hát figyelj, úgy fizett a nő, mint a katonatiszt. Tehát ez oké, de amikor leülsz a, hogy hívják, cirmoskával, akkor cirmoska vajon mit mond? Cirmoska, nem tudom, hogy mit mondhatott pontosan, de 1,5-2 milliárd forint beáramlott hozzá KP-ben. Tehát cirmoska valamit elképesztő jól csinál. Tehát olyan meggyőző ereje kellett, hogy legyen, ami azért kevés embernek. 1,5-2 milliárd forinttal tűnt el. Azért az nagyon-nagyon sok pénz. 3-4-5 millió. Azt mondta embereknek is számomra, ez is teljesen megdöbbentő, hogy add el a lakásodat, add oda a pénzt, menj albérletbe, én forgatom neked az alaptőkét, te fizesd ki az albérletet, amit keresel az én hozamomból, de az alaptőkéd neked nem változik. Na most ez is egy olyan kritérium, amit azért tudnod kell, hogy pénzt sose adsz úgy oda, ami, tehát fölösleges pénzt adsz oda, amit beszeretnél fektetni. Nem magadtól veszed el és adod el valamidet és azt teszed pénzé. Tehát befektetni mindig csak azt lehet, ami fölösleges, nem kell, nem akarsz hozzányúlni. Ha nincs, akkor nem fáj annyira. Hát ha nincs, nem fáj annyira, vagy fáj, ha nincs.
nincs, de nem eladod valamidet, és azt adod neki oda. És ezek értelmes emberek voltak. Eladták a házukat, eladták a lakásukat, azt mondták Círmoskának, hogy itt a pénz, Círmoska, forgasd meg. Círmoska, ugye? Círmoska ellen. Jó. Forgasd meg, és add nekem oda. És ugye a trükk az volt, hogy nagyon sok ember volt, akinek ugye fizetett. Hát ez a lényeg, hogy elmegy a hír, hogy tényleg fizet, jól fizet, még többet, az új bejövőkből fizet a régieknek nyilván, de egyre több és több pénz gyűlik nála föl, majd egyszer csak. Tényleg mivel csak lelépett. Tehát felmentek hozzá, és azt látták, hogy ilyen irgalmatlanul megy neki. Más szerinted, na, azt a kis tarkamacskát szerinted kifestettem. De riprónai. És a másikat? Na, munkácsim. Szerinted miből van? Ha? Van itt gógyi. Mondta, hogy nagy biztosító társaságokhoz tartozik, meg hogy a biztosítónál fenntartott személyes kapcsolatokra, munkakapcsolatokra hivatkozott, hogy nagyon-nagyon sok mindent mondott. És várjál, kitalálom, tehát hogy a beérkező összegnek a egy részéből eleinte fizette is. Fizette a többit. Ugye hát ez a lényeg, hogy klasszik pilóta játék. Hozzám bejön 10-20 millió, abból adok neked havi 200 ezeret, havi 300 ezeret, és mit mond az ügyfél, hogy én odaadtam 10 millió, tényleg kaptam egy hónap után 200 ezeret. Hát ez nem viccel. Tényleg fizet. Még szólok másik háromnak, ő is odaad 10 millió forintot. Ki is visszafizetek, 200 ezer forint, az mindig csak 600, de már bejött. Igen. Egyébként 40. Egy hónap után megint fizetek, mindenki baromi elégedett. Két hónap után nem csúszni fog már egy-két napok, de akkor is fizet még, aztán a harmadik, negyedik hónapnál kezdenek eltünedezni a részletek. Szóval egész egyszerűen elképesztő, és óriás felelőtlenség. Tehát, hogy itt alapból egyébként szerintem abból kellene kiindulni, hogy persze a bankokkal kapcsolatban mindenkinek van valamiféle véleménye, nem is feltétlenül jó ez a vélemény, jó ez a tapasztalat, de azért, hogyha megnézed a kamatokat, hogy ezek mit fizetnek, és mondjuk összehasonlítod azzal, amit mondjuk Círmoska ajánlott, igen. Akkor azért ott van egy szemellátható markáns különbség, pontosan. Nagyon jól fogalmazol, tehát hogy ebből a markáns különbségből azért már ki lehetne indulni, hogy hát itt nem biztos, hogy tehát, legális biznisz van. Tehát ha van ilyenfajta legális biznisz, amit ugye Círmoska csinál, akkor ezt miért nem csinálja a bank? Teszed fel a kérdést. Hát nyilván azért nem legális, tehát ennyi pénzt nem lehet kihozni belőle. Tök egyszerű. Hát persze, nyilván nem legális. Ez kapzsiság, gyerekek. De hogy értelmes emberek adják oda a pénzt, mert tényleg ez a megdöbbentő, hogy ha valaki alul képzett, vagy valaki tényleg spórol, de nem tudja, hogy működik, nem tudja, hogy mit kell átvenni, nem tudod, hogy ez milyen kamat, hogy van, de általában értelmes, jól szituált emberek adtak oda sok-sok millió forint. Ráadásul ez megdöbbentő. Ebből ki is derül, hogy egyébként ezek az emberek azért nem álltak olyan rossz anyagi lábon. Tehát, hogy azért ők nem abhoz a kategóriához tartoztak, aki tényleg sajnos fizetéstől fizetéstig él, és csak a számlákat tudja befizetni, meg alig várja, hogy megjöjjön. Na de nem gyanús az, hogy odaadsz egy táskapénzt, majd havonta te borítékban kapod vissza a pénzt. Hát ez messziről bűzlik. Hát ilyen nincs, hogy nincs egy banki tranzakció, hogy nincs egy átutalás, hogy nincs mögötte semmilyen hivatalos, nem tudom, bank, papír, állampapír, cég, semmi. Táskába adok pénzt, borítékba kapom vissza. De felfoghatatlan. Olyan szintű bátorság kell ehhez. Képzeld, hogy valaki tényleg eladta a házát, és azt mondja, itt van 10 millió forint, forgas nekem, én albérletbe költözöm. Tehát ez mivel magyarázható? A hóság, ez azt mondod, hóság, hogy van, de még több kell? Van egy bizalmi kapcsolat, amit mondtam, ugye, hogy ismerős ajánlja. Az nagyon jó. Tehát ha egy valakit befírölsz, és ő kapja a pénzt, akkor azért ő már tud hozni, mert az a személyes meggyőzés ereje az mindig a legnagyobb. És utána még Círmoska valószínűleg egy helyes, kedves, aranyos kis hölgyecske, aki meggyőzően el tudja mondani, hogy figyelj, ez tényleg az évezred. És innentől kezdve megvagy. És ha már ő is beszállt, akkor ő is hozza az ismerőseit. Érted? Tehát az ilyen havi 10%-nak, de szerintem kapzsinak kell hozzá lenni. Nektek volt ilyen olyan ajánlottak, hogy adjál pénzt, megforgatom neked, adj egy kicsit, majd lesz belőle valami, jött a bróker nyakkendőbe szépen felöltözve, nem tudod, hogy honnan, kis biztosítási ügynök, vagy valaki a szomszédből, és azt mondod, hogy adsz 1 milliót, és egy év múlva 2-t kapsz vissza? Mert az ember egyébként, tehát ott van a kis ördögben. Hogy mi van, ha tényleg működik? Mi van, ha tényleg működik? Tehát nem kell tényleg, nem tudom, butának lenni, vagy feltétlenül tényleg teljesen hülyének, hanem az ember meg tud szólalni egy ilyen. Nem, hogy odaadom neki, nézzük meg. Jól hangzik. Jól hangzik, amit mond, és itt egyébként velem ez történt, velem megtörtént egyébként konkrétan az eset egyszer, jó pár évvel ezelőtt, ráadásul rokon volt az, aki belevitt a tutiba, és pontosan az ez volt. Pontosan, ne, ő se tudta egyébként, ő is aztán bukott elég keményen ezen a történeten, de ott is az volt, hogy tényleg, amit a Feri is vázolt, hogy volt egy ember, akiben hittem, akinek elhittem, amit mond, akiben bíz,
megbíztam, akinek a szava számomra meggyőző volt, hogy elég meggyőző volt ahhoz, hogy odaadjam a kis pénzemet neki. És aztán természetesen kiderült, hogy egy nagyon klasszik pilota játékról volt. Szóval én csak vártam, hogy majd jönnek ugye a részletek, megígértek, hogy ó, és akkor te is beszervezel két embert. És mondjuk más dolog az, hogy én nem tudtam beszervezni senkit. Senki nem. Mindenki mondta, hogy jaj, jó, van, hagyjál már, Jani. Persze, te hülye vagy. Hát basszus, ez nekem egy pilóta játék. Beugrottál egy pilóta játékba. Igen. Érted? Most ez soha nem fogja, de hogy nem, mert igen, majdnem kimondtam, hogy ki. De mert ő mondta nekem, és hogy igen, és ő is kapott már vissza, és hidd el, hogy az évszázad biznisz, és hidd, és levezetem neked, és gyere el, hallgass, de hogy megyek, hagyjál már. Igen, és ott érzed, hogy baj vagy, a harmadik ember küld el a fenébe, és ott érsz rá, hogy huha, mégsem lesz olyan könnyű beszervezni. Ugye, mert ennek mi a lényeg? Beszervezem majd az öcséket, beszél Józsiéknak, ők is belépnek, anyám is szerintem benne van, egyből fejbe lefuttat hat embert, aki tuti benne van. Igen. Elmész, és a negyedik ember mondja azt, hogy hagyjál már ezeket, de hogy lépek el, ott jössz rá, hogy valami nem stimmel, mert senki nem akar belépni. De addigra te már nyakig benne vagy. Persze. És akkor és mentél és győzkedtem. Persze, és igen, győzkedtem, és természetesen mindenkiről lepattantam, és mindenki elhajtott a francba. Mi volt a termék? Ez már termék? Nem volt. Tehát egy pénzügyi totálisan klasszikus pilóta játék volt. Így van, szerezél két embert, ők is berakják a pénzüket, ők is szereznek, és a végén te... Én voltam ilyenem. Csak pozitív, csak pluszba szállhatsz ki. És az a durva az egészben, hogy 2015-öt írunk, és ez a sztori, ez még mindig csak más néven, meg máshogy tálalva, de ugyanúgy él, és ugyanúgy beugranak emberek. Mennyivel ugrottál be? Akkor azt mondom, hogy már olyan 90-es évek közepén volt, 6 rúgóval. Hát figyelj, az nem egy akkora pénz azért. Nem a francot, nem. Postás voltam, tehát hogy azért... az éves megtartani. Jó, nem volt azért van itt sok pénz, de hogy azt hittem, hogy azt mondta, hogy 100 000, vagy 200 000, mert az sok pénz. Na most képzeld, hogy beugrasz egy ilyen játékba, mész ugye Círmoska irodájába, hogy éppen megkapd a havi apanást egy borítékba, és azt fogad, hogy a mai nappal nem Círmoska irodája megszűnt, az iroda kiürítése kerül, Círmoskát a telefonján érjük el, megértésüket köszönjük. És állsz az ajtó előtt, ott van bent a házad a lakásról 10-20 millió forint, és egy cetli van egy irodára, hát most gondolod, nem érdemes találgatnunk, hogy lehet. Sikerült elérni. A telefonján éred el Círmoskát, kezdenék szorongani, ugye? És mondjuk a telefonszám ki van kapcsolva. Tehát, hogy alapvető pénzügyi ismeretek szörnyű, egyébként hiányoznak, hogy nem adom el azt, ami szükséges, csak azzal játszom, ami esetleg megspórolt, és nem feltétlenül kell a mindennapi életet. Soha nem adok valakinek táskában pénzt, hanem kell, hogy mögé rakjak egy tranzakciót, egy céget, egy olyat, amit lekérdezhetek, utána kérdezhetek, átutalom. Ismerik. Nem kell. Nem utalj, vedd ki a bankból, és hozzá nekem szatyorban. Adod a kávébe. Ne utalj, még a végén nyoma lesz. Én is voltam ilyen pilóta játékon, nekem egy barátom lépett be, de úgy, hogy eladta az óráját, és belépett. És gyöngyös, kiderült, ez egy szlovák cég, aki pilóta játékot csinált, és hát figyelj, be kellett menni a gyöngyösi művelődési házba, és be kellett fizetni a 100 000 forint. Tehát 10 évvel ezelőtt ez nagyon nagy összeg volt. És azt látod, hogy kicsi, ilyen öltönyös, szorongó, izzadó homlokú gyerekek az anyukájukkal, idősek mennek be, és amikor valaki, ugye volt egy ilyen speaker, aki állt, hogy be kell lépni, és meg tudod csinálni, és te vagy a legjobb, és te eladod a családodnak, és akkor jelentkezni kellett, hogy ki az, aki belép. És akkor mondtam, előttem ült egy gyerek az anyukájával, de láttad, hogy az utolsó 100 000 forintokat hozzá kell. Én nem mondhatom semmit, mert én a barátomat kísértem, aki volt olyan hülye, hogy szintén belép, mondom, bár hülye vagy, mondom, ne csinálj, de ez ekkora bizis, és mindenkit beszél. Fölállta a család, fölállították, és meg kellett őket mindig tapsolni. Tapsoljuk meg, új, nem tudom, igen, 100 000 forint, kimentek, becsengették a 100 000 forintot, és ők is csak azon gondolkoztak, hogy oké, hogy beléptem, de hogyan tudom majd másnak eladni. Aztán engem kiküldtek a teremből, mert én nagyon rendítésen viselkedtem, mert én kérdeztem, szítottam, azért megpróbáltam lebeszélni, ne csináld. Ne, a végén az volt, hogy megkértek, hogy akkor legyek szíves kifáradni, mert érezték, hogy ez a dolog, ez nem biztos, hogy bármi. Tapsoljuk meg a lehető platina fokozatú, ez mindegy, hogy éppen akkor még csak alpakák voltak. A platina, ez is a jövő. Ott azonnal összeszedtek, mit tudom én, 1,5-2 millió forintot, ami nagyon nagy pénz volt, és ugye ugyanaz, mint neked, hogy lép be 100 000-rel, de majd akkor szervez magad alá. Na jó, de az mondjuk a 90-es évek közepe. Tehát akkor hát nem okosodtak semmit az emberek szerint. Na de hát azóta már túl vagyunk egy-két ilyen ügyön, nem? Igen.
Neked soha nem volt ilyen, hogy megpróbáltam? Most egyébként a hallgatók, hogy írják, hogy ez a piramis játék, a pilóta játék, meg a piramis játék az ugyanaz. Igen, meg most tulajdonképpen mindegy, a lényeg, hogy beléptél. És hogy ugrottad el. Ugrotta a lóvét. Hát, hála Istennek, nálam soha nem próbáltad meg? Én mindig értelmes dolgokba fektettem, füstött kolbász, pálinka, és akkor ott volt átverés, egyszer a lefőzött szer nem volt olyan, mint amit ígértek, de nem, valahogy ezek, illetve nem kerültek el, egyszer megpróbáltak engem is beetetni ebbe a dologba, de én ott megálltam, amikor mondták, hogy föl kell menni valami negyedik emeleti lakás a Kovácsékhoz, hogy most már nem emlékszem a névre. Tehát, hogy se iroda nem volt, se semmi, és akkor mondtam, hogy jó van, gyerekek, hagyjuk. Tehát nekem erre nincsen, köszönöm. Mert átköltöztek a szebbikbe. Igen. Úgyhogy én megúsztam. Na igen. Na, hát szóval kemény a dolog. Érdekes. Kíváncsi, mi lesz az ügy vége, hát itt egyelőre most nyilván mindenki felszívódott, és kész, és bottal ütheted, és hát szegények tényleg a házuk, a lakásuk, minden. Mondom, hogy szegények, ugyanakkor nyilván, hát szóval, hogy eszedbe kell, hogy jusson, hogy ha már odaadod, akkor se az tényleg, amivel a kenyeret veszed el magad elől, hanem akkor azt a kicsit megspóroltad, amit a párnaciába tartanád, és nincs baj, ha mondjuk lesz vele valami. Életveszély, nem egy ember adta el a házat. De hogyha tényleg ez a szintű naivitás, hogy ráadásul itt még az sincs, hogy elmész valamilyen csinos kis irodába, ilyen koloniál bútorok, meg diagramok, göltönyös nyakkendős, nem, itt bementél, és akkor hogy hívják, volt libapásztorlányka, porcelán a polcon, macskamászók, hogy hívják, almos láda a sarokban. Macska, jó, egyszer macska kiállításról készült fotók, és pedig rédíjak. De tényleg megdöbbentő a dolog. Na, drága hallgatók, azért sokan járhatnak így, meg járhatatok így. Írjatok meg nekünk, hogy ki mivel próbálkozott. Az is rendben van, ha adtatok, nem kell szégyelni. Szolgáljon, ez intő példaként mindenki előtt, hogy beolvassuk az SMS-eket. Kit hogyan próbáltak berángatni, lehúzni, kinek sikerült, kinek nem sikerült, mi volt az, amit adtatok, mennyit buktatok. És azt is meg lehetne fejteni, hogy mi a titkuk. Hogy csinálják, hogy ti, akik adtatok, és tényleg elhittétek, hogy meggyőző volt, vagy azt láttátok rajta, hogy ért hozzá, vagy egyszerűen jó volt a beszélőkéje, mert hát valamit kell, hogy tudjanak. Tehát 1,5-2 milliárdot kiszedni emberekből. Az komoly. Azért ott kell, hogy ráérezzél az emberekre, nem? Igen. Hogy legyen egyfajta meggyőző erőd. Ami azt mondta, hogy hidd el nekem, vele nézze valakinek a két szép szemébe, és mondod, hogy adjál nekem 5 milliót, megforgatok. Szóval azért ez nagyon kemény. Írjátok meg nekünk, jó, hogy mi történt. Ha az ember picit Balek idézőjelesen, nem kell szégyelni, küldjetek el. Hát nézzétek meg, János is, hogy felvállalta. Tehát, hogy az ember senkinek sem. Az ember fiatalon azért ezekbe bele tud lépni, jó? 3:48 lesz pontosan 4 perc volna. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Pénzügyi csalásokról beszélgettünk, és arról, hogy ki hogyan, mennyi pénzt próbált már adni gyanútlanul különböző közvetítőknek, ügynököknek, mert azért legyünk őszinték, hát tényleg itt nem csak buta emberekről van szó. Sokszor magunkat is oda soroljuk, hogy talán nem biztos, hogy annyira buták vagyunk, de fiatalkorban, naivan ad az ember, vagy adott már, vagy lépett be ugye piramis játékba. Érdekes. Ki volt az? De nagyon sokan. És anyák, hogy ne hangoztassam, hogy ezek az emberek okosak és buták és megérdemlek. Én ezt így nem akarom kimondani, egyrészt nem ismeri őket az ember. Kettő, persze diplomával nem osztanak észt, én ezt is értem. Na de mégiscsak hát azt írja a cikk azért, hogy felsőfokú végzettséggel rendelkező, jól szituált emberek. Nem feltétlen okosak. Nem mennék olyan messzire, hogy buták, igenis, és megérdemlik, és úgy kell nekik, nagyon sok hallgató írja ezt. Nem feltétlen van így, hát az ember naív, nem is ért hozzá, meg valóban ott van tényleg a mohóság. Csak egy-két dolog még ezzel az üggyel kapcsolatban, hogy például Círmos azt mondta, amikor nem tudott fizetni, Círmos, hogy azért nem tud fizetni, mert a biztosítón belül, ahol ő dolgozik, egy nagyon komoly maffia tette rá a kezét a pénzre, és nem mondja ki az embernek a nevét, ezért Círmos csak bádogembernek hívta azt az embert. Nem már. Bádogember. Ne. A bádogember elvitte a pénzeteket, de nem sokára fizetek. Jézusom. Mondta Círmos, te meg ott állsz, érted? És azt mondja, hogy meg lesz a pénz. De bádog ember el. Uh-huh. Egy, de a legjobb emberét, a legjobb kopóját, Totót már utána küldte. Elvitte a pénzt a bádog ember. Elvitte a pénzt a bádog ember. Ez tényleg megtörtént. És az egyik internetes portál összeszedett egy SMS-ezést, mert hogy a Círmosnak a húga, amikor már Círmos nem tudott SMS-ezni, valószínűleg felszívódott, vagy elkapták, vagy túszulejtették, vagy elvitték, nem tudom, akkor már a húga SMS-ezett. És hát
szívbe markoló SMS-ek jönnek tényleg például. Tehát képzeld, amikor ott van 5-10 millió forintod, és mondjuk eladtad a házadat. Reméljük holnap délelőtt itt a pénz, idegülő ez a várakozás. Az, hogy meddig kell még idegeskedni, történt végre valami? Jobban van már? Kérdezik Círmosról. Mire jön a válasz? Talán egy kicsivel. Nincs a toppon. Legalább már nem olyan zavart. Ijesztő ez az epilepszia és az emlékezet kiesés. Aha. Tehát amikor ezt kapod vissza, érted? A hideg lever. Nekem? A hideg lever. De tényleg. Hát ez a történet. De én most megnéztem ezt a megbízási szerződést. Az is érdekes. Csak egy mondat belőle, hogy ezt aláírod-e. A megbízási szerződés hátoldalán vezetjük a bennmaradó összeget. Mi van? Van egy megfordított, és kézzel írod a másik oldalon. 14.600.000. Na, ugye kértünk benneteket, írjátok meg nekünk, hogy ti esetleg léptetek-e már be piramis játékba, vagy adtatok-e már valakinek úgy pénzt, hogy nagyobb haszon reményében egy éven, egy hónapon belül 5-10%-os kamatot remélve a kis ördöggel a vállatokon, hát sose láttátok többet a pénzt. Nagyon sok ilyen SMS van. A tanulságokat akarjuk tényleg ebből, vagy ezekből az ügyekből levonni, hogy más ne lépjen bele egy ilyen játékba. Más ne kerüljön egy helyzetben, mint amivel ti belekerültetek. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Sziasztok, Ádám vagyok. Hello, Ádám! Na, veled mi történt? Hát én ugyanabból a cipőből vezek, meg szerintem rajtam kívül még 150 ember. Persze, én azért nem is akarok ítélkezni, sok hallgató egyben, hogy buták, ostobák, megérdemlik, nem feltétlen van így. Az ember gyanútlan, hát kicsit talán kapzsi is, mohó. És hát nem jár utána elég. A tanulság az nem hiszem, hogy bennünk lenne, aki adott így pénzt. Én úgy gondolom, hogy egy kicsi jobb életreményeibe gondolkodtuk, uh-huh. hogy adott Te mennyit pénzt. Adtál, vagy mi volt a duma, vagy hogy szervezted? Hát én engem megkeresett az egyik ismerősöm, aki egy broker cégnél dolgozott előtte, hogy ő átment egy ilyen céghez, egy másik céghez, hogy vigyem át oda a pénzemet, ez egy 8000 forintról van szó. És ők mondtak egy nagyon nagy kamatot, úgymond, ami havi kifizetést is kérhettem, vagy tologatják előtte, és akkor egy év múlva van egy kifizetés. Mennyi volt a havi kamatra, emlékszel, hogy mennyire volt irreális? Hát ez változó, mindig azt mondták a tőzsde. Tőzsdétől függ. Mekkora kamuduma, a tőzsdétől függ a havi kamat. Így van. Ez általában egy olyan 45 ezer és 70 ezer forint között. Atyaisten, hát az 8-10% is lehetett, akár 8000 forintra 75, hát ez egy durván 8%-os havi kamat, igen? Így van. És akkor én ebbe belementem, rendesen jó szerződés, vagyis hát én szempontomból egy normális szerződést elém ragadt, aláírtuk, én mondtam, hogy átutalással vagy készpénzbe, ő azt mondta, hogy készpénz, én odaadtam a pénzt neki. Ez nagyon szépen működött egy évig, másfél évig durván. Utána úgy döntöttem, hogy ha ez ilyen szépen kifizeti, akkor, amit hoz nekem kamatot, azt forgassuk bele. Azt is visszaadod. Atyaisten, klasszik, annyira klasszik történet. Mennyi volt a vége? Hát 2.400.000. És most már el is tűntek, nem is fizetnek? Hát én ezt az idén derült ki számomra. Valaki, akik ebben benne voltak, csináltunk egy ilyen csoportot, találkoztunk egy helyen, és ott mindenki elmondta, hogy mi történt, kivel mi történt. Nagyon klasszik, nagyon klasszik. Mik voltak az első jelek? Hát az első jelek az volt, hogy én felújítottam volna a lakásomat, és velük sütőfogítottam, és kellett volna pénz. És én ki akartam menni. És akkor mindig jött a duma, hogy majd most nem tudjuk, még most nevet hát elkezdődött a szokásos csúszás, most nem jön, nevet ki, hagyd benne, utána, szokásos utána klasszik. Utána azt mondták, hogy a kormány, ezzel jót mosolyogtam, hogy a kormány megkeményítette az ő dolgukat, és akkor ez miatt most nagy lesz a kifizetés, de ki kell mennünk Ausztriába vagy Szlovákiába, mert hogy az ottani banknál fogják majd ezt kifizetni. Ádám, hát köszi, hogy elmondta, tanulságos a történet, nagyon kell, nagyon kell vigyázni. Én nekem még nekem is nagy fájdalom, de például van olyan több emberről tudok, aki például beteg a gyereke, belefektette a pénzt, hogy életmentő műtétet csináljanak meg rajta, és annak is elveszett. Amikor beszálltál, emlékszel, hogy mi volt az az igazán meggyőző dolog, ami azt mondatta veled, hogy jó lesz ez? Hát ez egy barátom volt, úgymond. Itt barát. Hát igen, egy hát... nagyon jó közöl ismerő, vagyis inkább barátom, és megbíztam benne. Persze, de hát meg kell nézni a felügyeleti szerveknél, az MNB-nél, lekérhető, hát, utána nézhető, hát annyi minden. Fejjel már biztos, hogy persze. Így csinálnám. Meg hát már nem is fektetnék bele, inkább. Soha többet. Ádám, köszi. Ez nekem egy tanuló pénz volt. Köszi, hogy elmondtad. Hát köszönöm. Na, sziasztok! Ciao. Szia. Hello. Na nézzük az SMS, mit írnak a hallgatók. Nagyon-nagyon sok történet van, hogy kit hogy próbáltak átvágni. Banki hitelügyintéző hivatalos bankos papírok névjegykártya, ügyintéző díj 160 ezer forint, átadás átvétel papírral. Ember eltűnt, banki papírok hamisak voltak. Rendőrségen kiderült, hogy 300 ügyfél érintett, pénz sehol.
Aztán hajdúbűszörményben is kísértetése hasonló ügy borzolta a kedélyeket, milliókat nyúltak le emberektől, egy csapat és egy dekoratív hölgy, majd én befektetem, megforgatom címmel, sokan dőltek be, azóta elköltözött a hölgy a családjával, és máshol csinálja. Biztosítónál dolgozom, nem hiszitek el, hogy milyen embereknek vannak milliói, minél nagyobb a lek valaki, annál több van neki, én már csak nevetek az ilyen embereken, van, aki 5 millió forintot adott oda egy kuruzslónak, mert azt mondták neki, rontás van a pénzen. Persze elbukta, azóta sem látta a nőt, a maradék millióit lekötettem vele, nincs tele lett volna. Ezt erre küldte. Elvisz, hogy azt mondják, hogy van 5 milliód, és rontás, add ide, levesszük a rontást, és visszakapod. Felfoghatatlan. Igen. Ennek azért gratulálok. Igen. Nagyjából 8 éve piros lámpánál egy Cabrio Sport BMW-ből egy kimondottan dögös nő mosolygott át a következővel, tetszik a kocsi? Neked is lehet ilyen, meg ilyen csajod is. Lámpaváltás alatt fel is vázolta az ajánlatot 15%-os kamattal. Nagyon meggyőző volt, csak nekem nem volt pénzem, és ha lett volna, meg eszem, akkor lehet, hogy simán odaadtam volna, azt írja a hallgató. Tehát, hogy meggyőző volt a hölgy, igen. Ezek a pilotajátékok és hasonló könnyen, gyorsan, sok pénzhez jutás, okosságok, világmegváltó bizniszek az emberi mohóságra épülnek, habár én is voltam már áldozat, ennek ellenére tud jövedelmező lenni egy ilyen. Annak mindenképpen, aki a piramis csúcsán van. Hát ez igen, hát az annak igen. Jövedelmező, aki elindítja. Tehát, ha te már beszállsz, akkor neked kevésbé, igen. Ez nem naivitás szerintem, hanem olyan szinten szegény és kétségbe esett az ember, hogy kis haszon reményében képes beleugrani ilyesmibe, és képes kockáztatni a jobb megélhetés reményében. Egy gazdag országban nehezebb lenne ilyet véghez vitni, ott tényleg a naív emberekből lehetne kicsikarni pénzt. Hát Zoli, azért 10 millió, ha van, akkor szerintem nem vagy a klasszikus szegény kategória, ha 10 milliót így be tudsz dobni egy ilyen. Na igen. Mindig vannak ilyen csalók, nem tudom, hogy tudják újra és újra megcsinálni. Az emberi hülyeség határtalan, hogy mindent elhisznek, pedig csodák nincsenek. A baj, hogy a többi ember és a korrekt pénzügyi szakemberek, mint mi is, mi maradunk nehéz helyzetben. Egy valós szakembernek igazolni kell magát, ellenőrizheti az MNB-nél egy perc alatt. Ma már a csalókat is könnyen lehet kiszűrni, hogy könnyen ki lehet szűrni, ezért érthetetlen a dolog, írja Ádám. Hát igen, de lehet olyan beszélők, olyan fellépési, olyan meggyőző érvekkel rendelkező ember, aki tényleg be tud rántani valakit, mert de ez kell. Ha én időd nekem a pilotajátékot, tetszik a mackó fölsöm? Látod a tornacipőm? Te is szeretnéd ilyet? Nem? Akarsz te is békávízni? Így van. Látod ezt a villamosot? Oda nézd meg, a sárga menő, mi? Persze, de pontosan tudod, hogy mit kell mondani, pontosan tudod, hogy azért az megtanulod, hogy mekkora összeget kell mondani, milyen életet kell vázolni, hát hány olyan emberrel ült le az embernek. Nátok nem volt én leültem egyszer egy gyors étterem egy biztosítási ügynökkel, aki lerajzoltatta velem az életemet. Hogy mit szeretnél látni 10 év múlva? Hova szeretnék eljutni? Mekkora házat szeretnék? Milyen autót? És én sose felejtem el, ültem a Vörösvári úti Mekibe, és rajzoltam a házat. Ez nagyon jó. És a felénél jöttem rá, hogy Jézus Isten, ez bolond. Rajzolj el. Hova látja magát? Igen. Hogy látja magát? Elnézést, ez mi? Bentley? Nem? Aston Martin? Akkor jó. És rajzoltam a házat. Ekkor házat akar? Ön nem elég nagyra vágyó. Tudni kell, hogy mit akar az ember. Rajzoljon meg egy fészert. Nézze rám, mondta, ült egy 4 számmal nagyobb ilyen telesportzöld zakóba, egy nagyon ronda barna nyakkendőbe, fehér zoknival, és én meg ott rajzoltam neki, mert valamelyik barátom mondta, hogy menjek el, gyerekek, tuti biznisz. Fél óráig csak rajzoltunk. Mondom, ez valami jobb agyféltekés, ilyen rajzolási tanfolyam. Le kellett rajzolni mindent. A családot. Hol lesz a jövő? Milyen a jövőképet? Mit akarsz? A csávó. Ha egy picit is hülyébb vagyok, szerintem, tehát megveteti velem a Vörösvári úti McDonald's-ot azonnal. De tényleg, elképesztően jól nyomta. Sose felejtem, hogy ott ültem és szűkölve rajzolt. Rajzolj rá mindent, amire vágyik. De tényleg mindent. Egy fát, egy gyökeret, a családját. Ez mind. Hávány ez a bolonyit? Nagyon arra is kiskutya. Rajzoljon mindenki kettőt. Nem volt ilyen, hogy le kell rajzolni, nem futottatok vele én ügynökbe, aki rajzoltatok? Ki ez a távoli pici pont? Autó, az anyósa? Az autóra rá kell rajzolnom a felségjelzését, vagy hogy hívják, a márka jelzőt. Mit akar? Milyen autó? Ez jó, ez látom, csak egy Alfa. Autó. Na, Ferenc, rajzolj egy S-mercit. Az S-kupé, rajzolj el az új S-kupét. Nem tudok ilyen szépen rajzolni. Jól látom, hogy ez a Lada Toyota-nak a jele. Mi az? János, egy Dacia Duster. Ne vicceljen már. Hát igen, érdekes. Egyszer jelentkeztem egy állási hirdetésre, öltönyös, hiányos fogalmat.
ruházatú, zsíros hajú, igénytelen ember volt, aki tartotta az interjút. Természetesen piramis rendszer alapú munka lett volna, amit a hirdetésben elfejtettek leírni. Nagyon hiteles volt a fószer. Állítása szerint tanár volt egy egyetemen, de ott hagyta ezért az állásért, mert a többszörösét lehet megkeresni. Mikor kérdezte, hogy mennyit szeretnék keresni, mondtam, az előző munkai fizetésemet, felnevetett, azt mondta, hogy oda olyan embereket keresnek, akik nagyon sokat akarnak keresni. Nem akartam munka lenni, végighallgattam, majd mosolyogva leléptem. Írja nekünk egy másik hallgató. Hát igen, érdekes. Érdekes történetek ezek. Na, hát mindenkinek vigyázni kell. Reméljük, hogy ezen példák azért megmutatják, hogy óvatosnak kell lenni. Nem? Hogy kérdezz meg valakit, hát ha van a környezetedben egy okosabb ember, mint te, amikor ilyennel megkeresnek. Legalább. Igen. Nem? Vagy igen, vagy nem? Mondjuk hozzáteszem, én már olyanról is hallottam, hogy konkrét biztosítási ügynök vagy, és a környezetemben volt olyan konkrét biztosítási ügynök, vagy banki alkalmazott volt, aki betekert valakit, és neki meg az adta, ugye? Hát olyan is van. Tekintélyét, hogy egy pénzintézetnél dolgozott, és egy jó nevűnél, és nem broker cégnél. Igen. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.